terjesztél? Ki leszel baszva? Üdvözlöm Önöket! Rendkívüli bejelentést kaptam. Piszkatel Streams hamarosan elindítja az adását. Kérem, mindenki dobjon el mindent, és jöjjenek ide nézni. Köszönöm szépen! Beindul a makró! Úristen! Gyere fel, gyere fel! El is süllyedtek! Hello! Hát ez kurva jó volt! Hallod, ugrik le a piszkos levegőbe, ledarálja, és a piszkos. Úgy jönnek, mint adja, hogy nem de indul a makró! Ne! What the fuck? Lesz egy hal. Gyerünk be! Ha nem gyerünk, akkor nem gyerünk be. Legalább nem azt mondom, hogy hal. De négy annon van! Megyek vécézni, picsába! Azt rád, hogy harmadszor megy vécézni. Fékezz le magát! Hát hogy gondolja ezt? Basszában ez a hét szülött, a kurva jön. Itt vagyok! Sziasztok! Jaj, várjál, nem is vagy bekapcsolva. Na most köszönöm. Sziasztok! Mert hétvégén egyedül játszottam. Yeah. Na, hát srácok, ahogy ígértük, visszatérünk itt a Nox Local Coop online világába. Ezt erre fogjuk a játékot folytatni. Most nem tudom, itt múltkor eljutottunk a 6-os stage-ig, itt mentettük el, de most újra 1-esnek írja, de ugyanott vagyunk, ahol eljutottunk, szóval nem tudom, hogy most ez úgy hogyan... látjuk, hogy lesz, lehet, hogy egyszerre kéne megömni az egészet. Lehet, hogy nem öltük meg azt a izét, és az a baj. Nem hiszem, akkor nem engedett volna tovább magasabb stage-re, hogyha az ilyen követelmény lenne. Meg azt nézem, hogy nekem még nincs is ruhám. Nincs is ez a varázs. Ez a köpeny. Tehát nekem csak ilyen ólom van nem igazából. Nem csak kopott, vagy... Hát az is lehet, mert amikor játszottam single-be, akkor ugye, hogyha egy ruha elkopik, akkor először ilyen sárga, aztán piros, majd el is tűnik teljesen. Igen, szóval... nekem is volt már olyan. Na jó. És single-be is ezt a karaktert tudtad használni? Nem. Amúgy yeah. Ott pont én is erre gondoltam, hogy... Mert ugye csináltam egy új karaktert. Uh-huh. Egyébként mindegyikkel más a maga a single, viszont néha így... tehát van egy ilyen fő út csapásvonal, és néha keresztezik egymást a játékosok, mert volt például egy város, ahol 3 irányba lehetett elmenni, és abból 2 irány le volt zárva, és akkor tudod, mindegyik karakterrel valamelyik irányba lehet ott elmenni, és tök érdekes, úgyhogy mindenképp ki fogom játszani mind a hárommal, de rengeteg óra, tehát hogy rengeteg játékidő van benne, és fér bele. Aha.
Úgy tudnék venni neked is cuccokat, nem tudom, én hogy... Én most teljesen fel vagyok. Jó vagy? Aha. Mert van itt egy varázsruha, de semmi képességet nem ad, szóval most azért nem tudom, hogy érdemes-e megvenni. Én is azt néztem, hogy nem ad valami jó cuccokat, ami tovább emeli bennem a gyanút, hogy tényleg az első stage-ben vagyunk. Nem tudom, azért elég sok cucc van. Nekem itt például ad ilyen fireball stuff-et, ami azért nem gyenge, ami a kezemben van most is. De szerintem én ezt úgy olvastam azon a community-n, hogy ez ilyen never ending story, szóval én szerintem ez valamennyire generálódik. Ja, meg a single player-ben tud, volt ez a piramis, ahova lementünk, vagy mi az, ahol az a... monolit volt. Na, az benne volt a single player-be, szóval szerintem azoknak a helyszínei vannak valahogy nagyon ügyesen összemixelve. Azt tudom, merre... Itt van egy kék, erre. De ott mi van? A kék az az ötös stage-hez viszel, nem? Ja, elméletileg. Vagy bepróbáljuk, azt lehet, hogy ez azért van. Hogyha kilépsz. Ja. Hát de miért pont az ötös? Mondjuk ezt se értem. Nem tudom. Megpróbáljuk megölni a... Ezért? Ezt max visszajövünk ide. Jó. Nem tudom, miért pont az ötös. Ha van hatos is. Hatos is? Van hatos is. Mármint egy stage, tehát hogy... Nem ez az utolsó. Utána nagyon durva cuccok vannak, van itt olyan fém melvért, ami híled is. Ugye, körülnézek, bár csak 3000 pénzem van. Nekem van 19000-em is. Jaj, szokás szerint. De megint nem tudok magamnak, mert olyan wizard robot látsz, ami hílel vagy valamit tud adni. Sima wizard rob van csak. Ja, nem is csak egy. Hú, de olyanok voltak singleben, hogy össze lehetett szedni egy szettet, tehát egy ruhát, wizard robot, köppenyt, meg sisakot, ami mindegyik fire resistes, meg van olyan, ami shock resistes, meg van olyan, ami poison resistes. Én nem tudok venni semmit, úgyhogy... Hát jó, akkor ezt én is hagyom. Nem tudom, mi van itt. Ugye nincs kulcsunk, itt minden kulcs elnyílik, single-be ez nem annyira jellemző. Nem, úgy itt jártunk. Persze, hát... Ennek a végén volt a... Ja, várjál! Most megint három irányba lehet menni? Nem, ez nem mind ugyanoda visz. De akkor miért van három? Tudom. Hát ugye már ezt a levelet megcsináltuk. Ja. Mondjuk a bossit nem nyírtuk ki. Hú, most máshogy van beállítva a játék. Hát azt kéne, hogy a boss kinyírni. Ah, ott egy hízis kulcs, ez jól jön. Itt tök fura, hogy más van a gyors billentyűmre rakva. Inkább ide fúss be. De miért? Mert ezek itt folyamatosan jönni fognak, amíg... Hát... Amíg a, tudod, az obeliszket nem nyíljük ki. De ott volt a spawnerük, nem? De egy... Ja, azt hittem ebből jön. Olyan bénának érzem magam. Most érzem. Tipikusan, mint a Diablo-nál, hogy kicsi kimaradt, és már is tök nem menj a szép látom, izére. Megcsináltam.
Ja, meg nincsenek potionjaim, az hogy? Ez nem úgy volt, hogy van? Neked is csak egy van. Én vettem, hármat tudtam venni a passzitól, de hát kettőt már meg is ittam, úgyhogy... Hát ez kurva erős. De én meg el is lövöm mindjárt az összes izémat. Vigyázz le, Nash! Miért kell ennyit beleütnem egy ilyen szó? Áááá! Jó. Leeste? Le. Látom két pósát. Itt volt egy varázsló, kinyírtam. Honnan jönnek elő ezek a kis szarok? Szia, Dekapoli! Sziasztok! Szer küzd! Vissza tudtam de hol jönni. Tudsz visszajönni? Hát egy portál volt a végén. Ja. Nem építsem, de... Nekem most vagy töltödött fel a botom? Lehet, hogy a Manna Pylon azt tölti? Ez elég érdekes. Elég OP lenne. Újság, srácok. Ali. De megöltem egy varázslót, és nincs izé... tudsz nála. Én fel lehet menni. Ufó lift. El nem tudlak healelni. A Noxot Originen is árulják 5 euróért, Google-on is fenn van. Hát, szerintem több értelme van, hogyha a Nox Reloaded-et letöltitek a noxcommunity.com-ról, mert ebben sokkal több minden benne van, meg hát az túlzás, hogy nyílt forráskódú, de nagyon sok modifikáció is létezik hozzá, meg gyártják a tárgyakat is. Lehet saját cuccod a játékhoz. Az mit nyit ki? Ezt itt. Az már addig is mozgott. De le volt zárva. Ja, aha. Jézusom. Csak ne lépj a kockákra. Jó. Hoppá. Jelz, ide teleportált be az obeliszkük. Valaki járat. Ja. Yeah. És most melyiken megyünk fel? Megint lesz szerintem valami boss, nem? Kell egy antidot? Ugyanoda megy az összes. Jézusom! Gyorsan ki kell nyírni. 164-eket sebezít. Beszarok. Jó. Már te, nem én. Ja, ez én a Kamehame, ez brutális, igen. Én ilyen 30-akat. Mit vettem fel? Ja, egy íjat. Done.
Végeztünk is. Aha. Ott egy ruha neked. Nekem? De aha. Szerintem full ugyanilyen nem van valószínűleg. Volt csinálni. Ad valamit? Adni nem ad semmit, de hát ugyanaz. Van olyan, hogy súlyba könnyebb. Ugyanaz, mint a másik. Egy az egybe. Jézusom! Ja, arra emlékszem. A szektárs hely. Most már itt lesz vesse. Az még jól néz ki ez a rész. Vedd fel. Ó, itt lesz a boss kint. A medve amúgy nagyon brutális single-be. Ez elég könnyen kinyírjuk őket. Kettem. Hát a Warrior az könnyen nyírja ki, hát én addig bírtam megölni. Farkasok. Mondjuk most tényleg itt szó szerint nekem is könnyű volt. Ugyan itt találtam egy titkos járatot, itt lehet köveket görgetni, nem tudom, hogy... Hát én meg farkasokat ölök, nem tudom, te hol vagy? Amikor kijöttünk, akkor lefele indultam el balra, vagy jobbra. Meg fölfele balra. Találtam egy páncélt. Jézusom, megölnek! Nem már. Gyere, aki elkalandozik. Megvagyok. Találtam neked egy páncélt, lehet, hogy jó lesz. Megyek már erre, csak átverem magamat. Már végeztem ezzel a résszel, egy kis én labirintus. Én meg ezzel a résszel. Itt pont kijöttem. Várjál, nézzük meg, hogy... Vagy kétkezes fegyvered van? Nem, van egy pajzsom, de szerintem jobb a mostani. Ugyanilyen? Ez egy sima round shield, de mostani meg regen-es, úgyhogy mindegy, majd eladom, azért köszi. Jók, itt dobozosban lenne jó lekapó, hogyha... az úgy tök jó. Ez a kis köcsögök... ellopják azt hiszem a cuccodat, hogyha... Jézusom! Beszorultam! Baszk, ezek majdnem megöltek. Engem is, és nincs is több pózsom. Várjál, adok. Egy darabban nekem ide kitettem. Ez. Valahogy be kell menni és szétlőni minden. De itt mi van ezt a középső? Ja, itt a farkasosat intézted el. Ja. Yeah. Hú, annyi ilyen védő varázslat van, ami így forog körülötted. Hát most háromfélét láttam. Egy ilyen fire resistes potion-t. Csak azért. Honnan jött ki? Hát így be lehet még menni valahova? Nem hiszem. Lehet, hogy... látom már. Itt lesz majd valahol. Van kulcsom. Ja, Jézusom! Úristen! És innen? Hogyan is mentünk? Ja, itt van egy ajtó. Nem tudok adni semmit, ez a baj. Nem baj. Még nincs is semmi. Mondjuk jó lesz. Jaj, de jó, belelépem egy csapdába. Majd lesznek szerintem csapdák, vigyázz.
Ott is van egy pont lépre. Hol mentén, te nem is látod? De látom. És fel tudnám venni, ha lenne ilyen, mert van ilyen trap slot. Föl lehetne venni. Vagy várj, megpróbálom szétlőni. Nem lehet. Viszont itt mögötte van egy titok. Úgy érdekes, mert alapból alig lehet észrevenni, csak a közelebb mész, akkor így kevésbé... Ott van... Na, mindig a szédülés. Itt egy cucc neked. Jézusom! Remélem valami jó. Jó? Antisok. Ez jó, az a Spark ellen. Itt kell ez a... De sokkal gyengébb armor. Hát erre nem cserélem le. Lakestone Aliens of Gold. Fú, ezt nem vágom. Ami FPS, vagy? Hú, te. Tehát kell futnunk. Jó kérdés. Jézusom! Á, geci, meghaltam, baszki. Hú, viszont itt volt egy könyv, egy ilyen piros könyv. Hú, akkor megyek, én most itt vagyok a... ahol a farkasokat kinyírtad. Futok vissza. Bazz. Beleléptem a csapdába. Ellátlak. Hát én is elég értem túl. De tudsz olyat, hogy a pajzsod, de... Ja, tudsz nyilazni? Nem, ez az a Scorpio ability. De el se ér odáig, meg tök lassan recharge-ol. Én is menjük oda? Megnézem. Hozok neked egy életet. És ezt én nem is tudom ezt a cuccot használni. De nagyon sok esebb ez. Várj, nem menjünk innen el. Átadom. Meg nézd meg akkor, hát ha neked jó. Berserker! Na, az jó. Az igen. Wow. Majd ránézzek, bekapó. Ilyen doszos FPS. Ezért akarom újra kijátszani a Star Wars-nak azt a Force... valami ilyen doszos játék, ilyen FPS, mert egyszer kijátszottam. Nem tudom most hirtelen mi a címe. Aranykulcs. Ja, aranykulcsos. Jaj, meg itt le lehet esni. Kéne egy ilyen mentéspontot találni majd. Nem nagyon van. Válasz egy oldalt. Itt egy kulcs, de ez csak ilyen ezüst. Uha. Hát ez így tök jó, én így ne, bazzag leestem. Ah. Ú, itt is egy kulcsos ajtó. Aj, de jó. Ez mi ez a képesség? Hát így charge-ol, de belecharge-oltam a falba, úgyhogy kurvára haszontalan volt. Belefut. Ja. Mi ez a hely? Ja, hogy itt valaki lő, azt hittem, hogy... Egy varázsló volt itt, vagy mi volt ez? Nem hiszem, ez a csapda. Ja, ezt bekapcsolom, és ez szétlőtte volna azokat a... Ja. Na mindegy. Meg visszavisz. Menj csak. Nekem meggyakorolnom kell ezt. Ja, Dark Forces, igen, azt akartam mondani. Azt én már kétszer kijátszottam streambe. Majd újra előveszem. Azt úgy szeretem. Ennyi, nincs is itt semmi. Loot volt. Már lehet, a falat át lehet törni. Felporszívoztam. Jó, meg ezen a stage-en lesz ez a videót a föld alatti rész is.
Egy csomó falat ki kell törni. Ja, akkor jó, de kapó. Akkor az még a YouTube-os időszakban volt. Majd itt is kicsit... Lehet, hogy majd megnézzük, hogy lehet-e valami... ...ránc felvarrást a játékra találni. Ó, itt találtam valamit. Ez micsoda? Ja, várj, adok neked egy életet. Yeah. Ezt a scrollt tudod használni? Az ilyen... Nem. ...ismertető ilyen izére a... ...enemire. Nem tudom. Akkor ennyi. Itt van még egy szoba, de... ...nem tudom, hogy kell. Ja, én se vágom. Lehet, hogy innen kívülről kell valamit benyomni. Ja, itt nézd, itt be van törve. Jó. Komoly. És akkor nekem most van kulcsom, ezt ki tudom nyitni. Ugye ezt benyomtam a csapdát. De tudod szedni rólam, azt megint benyomom, csak állj el onnan. Tiszta a levegő. Hú, végre egy olyan cucc, ami nekem is jó. Egy bot elvileg. Nézzük meg milyen. Semmit nem tudom. Konkrétan arra jó, hogy cuccokat szétverjek. És kinyissam általa. Nem a... Azt írja. Istenem. Ó, varázsló. Ez mi volt? Az ellenkező irányba charge-ol ez az idióta. Na jó. Lehet, hogy az ellenkező irányba kell, hogy így ellökjed magad a faltól, vagy valami? Nem, hiszem, nem tudom, szóval ez csak a béna vagyok. Jézusom! Á, ott a mentés. És aranykulcs, ez még nincs, még mindig. Már itt most visszajöttünk. Aha. Jó, az arra jó, hogy elmentsük. Amúgy itt lehet, hogy még... Itt voltál, itt este... Itt van még egy kulcs, de ez arany. Yeah. Bazd meg, leestem, mindegy, visszamegyek gyorsan. Oké. Okay. Nem lehet, hogy ez így egy ideig ilyen erősebb leszel, ha így becsárgyolsz. Ez most az ordítás volt, most ja, ez más volt. Persze, hogy az utolsó pillanatban bemérgeződik. Kell antíző? Na, leszarom. Gyomó ilyet találtam már. Ezek a hangefektek, hát nem mondjam. Gyomorrantás. Elevít eszembe egy Sasha Grey, mint... Jaj. Itt van egy chain mail legging neked. Megnézem. Air potion-t is felvetted. Hú, nem is tudom, milyen legging számban. Ja... Hú, a mostaniak elég vannak kopva. Hát, de mit tudok akar csinálni? Az a baj, hogy pont a boss előtt kéne egy... azért találkozunk Vendorral. Ez biztos nem lesz. Mindegy, lecserélem addig, és akkor majd felveszem a boss előtt. Jó. Izé lenne még jó a Star Wars Republic Commandóval majd játszani, az megvan nekem. Egyik nap az is eszembe jutott. Ú, ez a lézeres rész, de rossz. Találtam neked még egy ugyanolyan, vagy hát nem ugyanolyan, de
egy ruhát. Úristen! Bazzeg, már nem meghaltam! Vigyázz, mert meghalsz! Bazzeg, elégtem! Elégetett a lézer. Jó, jövök. Benéztem egy kicsit. Ilyen erős ez a gólem. Ez most kurva erős. Hogy akkor lehet a lézerbe rá kell. Rá is hat a lézer. Aha. Jó, meg is halt. Jó, akkor meghalt. Én egy csomót belelőttem, ez nem is értem. Én is. Ugye páltam egy csomó ideig. Hol vagy? Csak körbe mentem, megnéztem, van-e ott valami. Most hátul vagyok. Jó, itt vagyok, várj. Életet nem tudok adni, viszont nézd meg ezt a nadrágot, azt hiszem titánium. Tehát ez az egyik legjobb. Hát jobb, mint a mostani. Amúgy nagyon jó cuccok vannak benne, még azt is megkockáztatom, hogy többféle típus van, mint a Diablo-ban, mert van fém, azt hiszem ezüst, arany, és van titánium is, szóval... Igé komoly. Ó, egy bot. Jézusom! Hallod? Ne! Mi történik? Bazd meg, megöltek. Skorpiók halálra csíptek. Jövök. Jaj, még a lézeres részt újra meg kell csinálnom. Itt kevés az élet. Meghaltál? Nem, de kurvára meg kéne várnom, hogy regenerálódjak. Basz meg. Neked visszatört az életed? Hát geci lassan, de igen. Jaj, akkor picit várj. Szétbaszom az obeliszkjeiket. Találtam neked egy longswordot. Feljöhetsz már biztonságos. Nem mindig szeretem őket, mert nagyon lassan üt vele. Nézem. Numbness. Tanulni tud. 28-as strength. Tega, izért kírja, hogy neked mennyi az összebzésed. Azt ennél? Aha. Ez konkrétan fegyverre kell csak rá. Ja, itt nekem az egyik fegyvernek csak 10-es a damage-em, nem tudom, hogy varázslatnál ez hogy van. Varázslatra nem is tudok rákeresni, hogy ennek mennyi a damage-e. Hát közbe szokta írni. Elpusztítunk mindenkit. A pusztító. Amúgy lehet, hogy itt lesz ám a boss. De hogy nekem is, van egy ilyen. Ezt az egész falkiütős izét meg kell csinálni. Falkiütős részek lesznek? Hát nem emlékszem, amikor lecsúsztunk a folyón, és alig találtunk ki. Nem rémlik ilyesmi. Majd eszedbe jut. Egy élet, gyere. Én is találtam egyet, vedd föl. Ez olyan, hogy mind a kettőnk. Ja, hogy ez ilyen nagy.
Hát igazából... Mondjuk azt nem értem, hogy miért csak egyet ír ki, neked három van. Ja, mert bazd meg, meghaltam meg párszor. Ja... Ez nagyon... szomorú. Jó tudni amúgy, hogy... Hú, de belassult az anyám. Hú, vigyázz, mert ki kellett futnom. Van? Ennyi, meg kinézek. Ja, már nem tudom többször felvenni. Hát ez szopás. Azt hittem hirtelen, hogy így tud akárhányszor visszavetni ezt lófaszt. Hát ez nem a Diablo. Hűha, itt egy mentés. Nem tudom akkor mi lesz a bossnál. Szívás. Szerintem a Vendornál lehetett életet is venni. Lehetett, csak három a max, amennyi lehet nálad, és nekem akkor többi volt. Szarosok. Hú, de hallod, ez ördög. Single playerben ez az ördög, ha rád lő egy olyan tűzgőt, akkor egyből meghalsz. Nem tudom, hogy most itt nagyon üzék lettünk hirtelen, OP-k, vagy... Nem hiszem, szerintem más szabályok azt a kúrja vonatkoznak ránk. Na már, mindig belassít az enyém. Hol van? Mondom sincs. Jaj, ez egy csapda. Igen. Aha. Várjál, van egy ötletem. Itt van egy kő, amit el lehet tolni, vajon... Vajon miért van ez ide? Egyébként lehet, ha leveszem innen a kulcsot. Na. Jaj, helyé! Tudtam, baszd meg, ezt múltkor is megszívtam. Baszki, bocs. De most mi van? Csak kattints egyet, és a legutóbbi mentésre visszarak. De nem... Mit kattintsek? Hát vagy nyomj egy gombot, nem tudom. Nem történik semmi? Nem tudom, mi volt, mindegy. Ú, tudnám, hol a faszba vagyok. Most kell lemenned. Tök nem ismerős nekem. De, jó irányba jössz, itt vagyok. Ó, itt az a vizárd, geci. Ne! Várj, futok le, futok le. Nem találok le. Megölted. Megöltem. Volt nála valami? Nem, egy potion. Tudok egy életpotiont adni, ha kérsz? Akkor szeretném. Ha nem gond. Nem kell? De szeretném. Nagyon smucigok a potionekkel. Kettőt leraktam. Köszönöm. Nem tudom, már menjünk. Hú, itt valami visszaszámláló van. Azt feltöltve... Ja, jó. Visszaszámlált vissza, hogy be kellett érni oda. Megkömmel ezért. De hogy megint... Kell a tíző? De nem. Nem kell. Hát itt kell ugrálni, tudod. Ó,
de nem lépj rá, mert le fog lőni a szobor, ha rálépsz. Az életet meghagyom neked. Ú, itt a tűzön is át kell ugrani. Azt a kúra. Jézusom! Meg vagy. Meg. És itt van egy csap, de szerintem már el fog indulni ez a sokszor. Izé van, teleport. Na jó, akkor menjünk. Ja, ezt kirak ide, az semmi. Oh. Itt egy élet. Ja, ott is van. Ezt a gombot te húztad meg, vagy? Azt hiszem, igen. Ez csak ennyi volt, hogy be tudunk ide jönni egy rács valamelkedőt. Van a kulcsunk. Nem tudom, hol vagyok. Ide? Mi van itt lenni, Jézusom? Vigyázz! Úristen, meg ebben amit adnak? Semmi. Nem, semmit. De ott egy kis és ajtó. És akkor arra mehetünk, de ott meg egy dupla ajtó van. Kinyitom mind a kettőt, teszem van. A három kulcsom. Vagy egy. Jó. Ki tudsz hajt? Jó. Jaj, emlékszem erre a részre. Én is. Akkor megnézzük a kis ajtót, vagy visszamenjek egyedül? Na, megnézem majd. Ó, Istenem. Az irányítás továbbra sem a kedvencem. Hát ott csak ilyen térdig érő látok, fal van. Látok, nem az a probléma, csak... Ú, ez csapda lesz tuti, ez nagyon gyerünk. Úristen, majd meghaltam. Ennyi volt. Uh-huh. Kettő olyan ördög robbant fel mellettem, és maradt kb. Egy centi élet. Hey. Itt semmi. Jaj, de jó mentés. Az lehet, hogy itt kint valami. De kurva jó. Már minden egybe van nyitva, vagy mi az? Jó front! Naaa! Júj, meghalsz! Meg! Ez az, megöltem. Én magam sem értem, de sikerült. Egyszer belecsárgyoltam, azt hiszem, de... Van egy pár ilyen kapcsoló. Ó, gatya! Uha! Érez nekem ennyit? Nem tudom, de amúgy meg egy csomó helyre el lehetett ott a másik irányba is menni, most akkor mi van? Erre kell menni? De? Na jó, mindegy, menjünk. De ez a károm! Ugyan oda jön az a vicces! Jó, várj egy picit, várj egy picit! Remélem kell fegyút. Itt van egy ötletem már a boss fightra. Remélem lassan odaérünk. Itt amúgy elég sok minden van. Lehet, hogy boss fight? Hogy meg csak nem ott tartunk. Nem. Á, nagyon hosszú volt ez. Hú, de komolyan nyomod. Óvatosan. Van egy könyv neked. Az nem a nekem. Piros, nem? Ez nem piros. Bazd meg! De ne lépj rá, izére! Mert direkt csinálom, biztosan.
Irányíthatatlan ez a fors. Ez Lesser Hill. Visszamenjek, érted? De jó, hogy egy olyan könyv miatt van, te hiszem, hogy geci rám is az enyém. Csá, most már nekem is hány csak életed? Egy életem. Ú, jó, de akkor ne fuss annyira. Hát... Menjünk itt a szélén, vagy nem tudom. Ki rájt szötymarogni? Jó, nem kell ennyire. A másikkal megyek. Ugyanoda jönnek. Tök mindegy, melyikre próbálsz, úgyse sikerül rá. Másik oldal nem is volt semmi. Ez volt ez a falütés, amit mondtál? Dehogyis. Ez nem is falütés volt. Keressünk ilyen secret izét, hogy lehet, hogy... plusz élet kéne. Ugyan kéne egy vendor. Jézusom! Úristen, ott lesz a izé. Vége? Kinyírjuk meg előtte itt a farkas. De hát... ez most csak más után jöttünk, mint múltkor ezek szerint. Akkor ezek szerint random generált, ahogy sejtettük. Érdekes. Valamelyikben van bossi, valamelyikben nincs is. Nem tudom, de az is lehet, hogy most ez lesz. Ez a Wizard volt a fő boss. Az is lehet, hogy ezután. Nem értem. Legalább van vendorunk. Ah, végre. Hiper. De mi az is ismerős, ez a rész is. Hát már ide már beszpónoltunk egyszer, csak... meg... nem tudom, hogy... kell-e lóvé, de nem tudok lóvét adni, ez a baj. De most már szerintem veszek valami Wizard robot már. What? 10 000 repairrel egy botot? Érdekes. Egyet ér. Ezt nem hiszem el. Ura, ez a vendor. Ne! 50 000 egy ank izé élet. Mi? Megőrítenek. Nem is lett több életünk. Hát nem tudom. Hú, van izé regeneration robe. 5000 ér, illetve... Armored Boots of Scorpion's Bane cipő neked. Jézusom, de durva kard! Itt legalúra letekelsz neked? Még nem ott tartok, meg eladom a dolgokat egyelőre. Lehet, hogy veszek neked egy kardot. Ha te nem tudod. De ne longswordot vegyem, olyan lassan itt, mint az állat. Ezek a bunkók sokkal gyorsabbak. Hát van itt egy ilyen, hogy Grand Titanium Warhammer of the Jaj, Mosquito. Jaj, ne, azt ne. Az is rohadt lassan. Vagy Great Sword of Stanning, de ez ilyen tök más, hogy néz ki, mint a Terrariában azok a durva kardok kb.
Nem tudom, milyen lassú ez a baj, minden azon múlik. Nem lehet ilyen... De, hallod, mielőtt megveszed, rá tudod vinni a... A nagyítót. A nagyítót, és kiírja, hogy... kettes stánja van. Excellent two-handed blade for warriors. It can block. 60-as a damage-e. Hát, és mennyibe kerül? 22.600-ban. De megveszem, ha akarod. De hát, ez kurvára sok. Hát... hát ez van. Ez van. Jó, nekem elég limitáltak a lehetőségeim. Wizardoknak se sokkal... Hát, egy lightning staff van 1500-ért, de hát gondolom elég azért szar. Nem van, van. És neked ezt a kardot ki se írja? Látja rajtam, hogy csóró vagyok. Amúgy lehet, hogy tényleg a pénz... Hát nem, amúgy kiír olyat is, amit nem tudok megvenni, például life-ot is. Akkor eladjam ezt a Book of Lesser Hell... Piros. Nem, piros, az a baj. Vagy ez nem jó neked? Ez nem piros. Hát ez piros. De nem piros. Jaj, meg életet vegyünk akkor. Az barna. Hát potion tudok venni, 50 ezerem nincsen. És tényleg csak egy életünk van. Hihetetlen. Nagyon kell vigyázni. De én megveszem neked ezt a... 40-be kerül amúgy egy potion. Tudom. Oké, okay, megvettem a kardot, maradt 6000-em, akkor veszek egy pár potiont. Mennyit vegyek egy... 3-at. Ja, összesen van 3 nála, úgyhogy... Igen, akkor... és csak 3-at tudtam venni. Hát ennyi. Nem tudom, mik ezek az emerald... gemek, meg izé rubik, ezek hogy hova, lehet, hogy bele lehet rakni a... Mert amúgy úgy van a single-be, hogy van egy ilyen quest item, ami a fegyver, és az 3 darabból áll. És már az első darabot, amikor felveszed, tudod használni, utána ráraksz egy pengét, és utána meg abba egy kristályt, és így egyre erősebb lesz, és ez a varázslónál volt, és tök jó. Nálam biztos nem lehet ilyet. Na, ezt figyeld. Figyelek. Muziken. Jó. Megadok 2 potiont. De van, most nem is biztos, hogy tudok többet. De nem fér el nálad. 90 nálam. De mik vannak még nálad? Ja, meg amit nem használsz, nadrág, azok De le fog kopni rólam, csak a pucér leszek. Úgyhogy azért egy tartalékot viszek magammal. Mert jártam már így. Ezek valamit 3000-ért javítana fel, ez komoly. Kicsit fura. 10-es damage-ű. Feladom. Hát jól lefogyott a lóvém. Csága dolog ez a cope mód. Amúgy tényleg. Hát jó. Nem tudom. Én kipucoltam a inventory-mat. Vedd vissza a potion-okat akkor. Még max az lehet, hogy itt van pár ajtó, amit ki lehet nyitni. Nálam van 3 kulcs. Nem tudom, hogy mögötte mi van. Az is lehet, hogy mögötte megint ilyen... bezárt azért... ládák. Ja. Meg itt van még a szempár láda, legalábbis múltkor ugyanezt a részt itt emlékszem, hogy... Ja, itt van 3 láda. Szerinted elbasszam rá a 3 kulcsot, vagy inkább hagyjuk? Hát, hogy nem is mind a 3-at, de 2-t kinyithatsz. De egyébként meg azt hiszem, hogy itt, ahol lehet menni tovább, oda is kulcs kell. Ha itt nem ugrasz bele a teleportba. Ja, hogy oda be se tudunk menni? Ja, teleporttel tudunk oda menni szerintem.
Na jó, mindegy, akkor itt kinyitok egy... Mennyit? Kettőt. Egyik az életet ad, meg... Ja, izé, titánium... Hát add el őket. Az a frisbee. De olyan szar. Íz. Vedd fel te. Miért? Hát most tök leégtél a fiatal. De nem baj, miért. Nem baj. Vedd fel, meg a szarokat is add. A Grand Battle Axe. Adj el mindent. Nem kell ez a kurva nagy arany. Ez egy fúmos, hát olyan lassú vagyok valami, mint egy csiga. Háromszor kiütnek, mire megmozdítom. Mostani kardod az... Az egész tűrhető. Egyik kard az 1600. És ez a frisbee-zé, ez nem jó neked, secondary? Nem, de sokáig tart, mire visszaér hozzám, és addig leütnek. És mi van most neked secondary-be? Nem használok secondary-t. Ja, nem használ. Az úgy durva. Ó, és ezt nem tudom használni. Ú, elég sokat ér, majdnem 4000-et. Na jó, zúzzunk akkor a teleportba. Jöjjön, aminek jönnie kell. Itt jó, itt lesznek izék, vérjorok ellened, meg ellenem. What? Baszki, egy ilyen pajzs lett előttem. Mit jelent? Nem tudom. Jaj, ne! Lemerült a botom. Hát most töltöttem. Honnan jönnek ezek? Honnan jöttünk? Nem. A kulcsokat vedd fel, meg visszamegyek ide. De ez a napóra, én erre is emlékszem. Igen, de ezek egyébként meg olyan elemek, amiket így többször felhasználnak a játékban. Úgy be tudod ezt törni? Lehet oda bemenni. Beüt, elszédülsz, ha neki ütöd a fejed. Yeah. Várj, az előbb ott voltunk. Hogy voltunk ott? Szerintem ja, így. Jézusom, csapda! Helmet? És ezt nem tudom használni. Itt lehet tovább jönni. Ja nem. Akkor az ennyi. Igen érdekes. Labirintus. David Bowie-val. Hogy kerültél? Protection from... Yeah. Ez is Zsák utca. Yeah. Megyek tölteni, mindjárt jövök. Jó, hogy nincs benne friendly fire. Minket a kis izéket nem tudom, miért nem lehet átugrani. Csak de volt. Jaj, ne! Csak ugorod át a tüzet a végén, amúgy. Nem az, yeah. Hanem izé volt mimik. Leintéztem. Ja, neked nem is aktiválódott a csapdán. Csak a tűz.
Oké. Jaj, leestem. Jó. Le is kell menni. Ja, csak előbb ki akartam pucolni, na mindegy. Itt. Annyira jó ez a kőgörgetés. Secret area. Tudsz felvenni életet? Ja, egyet. Annyira bírom, hogy ennyi felé el lehet menni, és így... Nem érzem azt, hogy ez így egy ilyen random generált valami. Wow, itt három követ is el lehet görgetni. Sőt, visszafelé is el lehet menni, szerintem mindig. Jó, így remélem ez most, vigyázz. No. Ne, így elindul a csapda. Jaj. Vigyázz. Kinyírta az egyik embert ez a csap, de így megy a izébe, látom. Labirintusban. Ja, van ilyen confuse, ezzel azt hiszem lehet irányítani az embereket. Nem, az csak így beszélődül, azt nem tudja, hogy már vagy. Akkor az más, de van olyan is, hogy irányítod őket, meg hogy helyet cserélsz velük. Volt itt semmi. Nem nagyon. Mentettél? Igen, amúgy. Jaj, ne! Visszajön a csapda. Ah. Ez több irányú csapda. Jaj, varázsló gnóm. Hú, adjak életet? Nem. Szétbasszunk mindent. Ja, meg single-be ez a kis ördög. Ezt hiába lövöd meg valami tűzzel, ez nem, tehát semmi nem hat rá, csak hogyha nem is lehet arra tovább. Itt le lehet esni, meg amúgy egy ajtó is. De ott fenn meg van két kulcsos ajtó, bár nálam nincs kulcs. Jó, megnézem mi ez. Leestél? Direkt, igen. Akkor jövök én is. Ami csapda van. Jaj, ez egy mimik. De kinyírhatjuk. Aha. Ráviszed az egélkúzat, piros. Ó. Oh. Come on. Valami ruha volt neked, nem? Ja. Yeah. Ups. Hogy jutunk innen? Mindjárt ide bejön, és hogyha visszamegy, akkor menj utána egyből. Akkor nem tudom ezt... nem tudom kinyitni. De nálad volt egy kulcs. Yeah. A tornákba leugrunk.
Ezt se tudom használni, és pedig kék. Úgyhogy érdekes, hogy... Én már nem tudom. Hát szerintem azért már megvan szint. Neked ez, vagy egyre alacsonyabb szint. De akkor mást ír neki, mert ezt írt, hogy a jövőben majd. Mit tudod használni? Lehet egy szint után lehet? Lehet. Ja, egy van ilyen, hogy megsérül és elfut. Beskorpióztam. Kifogytak a botjaim, ez nagyon jó lesz így a boss fight előtt. Hát nem is nagyon akarok használni belőlük. Hagyd meg őket akkor. Már csak kettő van, amit tudnék használni. Hull a bejárat el van ilyen obeliszkel. Ups, becsargolt, amit... Én meg ezzel lemerültem, várjál. De akkor most ez is meg volt vele, hogy én... Hát szerintem ez értem. Random. De már egy csomó olyan elem van, amit tök aha. Már volt ugyanígy. Kicsit visszább jövök. Költeni, mindjárt jövök. Komoly, nem megyek be. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, ez most így milyen alapon... Alanyi jogon kapja a nyugdíjat. Szémeti! Na itt például tök más volt, erre emlékszem, hogy itt egy ilyen varázsló volt. Ja, nem ilyen gnom volt, ja. Szia, Máté, Ali! Ja, Nox függés. Single player is kurva jó. Meg a multi is. Végig álltam a csapdán, baszka. Majd megfogtam. Ki kell mehámezom a köcsögömbe. Nyolc HP és egy ember. Egészségedre, Máté, délután is itt a meccsört, olyan jól esett. Napon dolgoztam. Fizikai munkás vagy. Hova kell itt menni? Hát gondolom el. Zenépre, na mindegy. Szép volt. Milyen kis kiülős teraszizért építünk. Lövök róla képet. Jacuzzi helyét építed. Amúgy tényleg lesz egy... Lehet, hogy még idén nem, de... Jövőre. Új, van egy ilyen tüzes rész, ahol át kell jönni. Csak máshol vagyok. Én egy sornyi ilyen spawnert nyírok éppen. Kipucolom. Egy kőgólem, haver. Na mindegy, már nem ér. Várja, nincs izém. Mit? Mannát kell töltenem. Meg is ölted a kőgólemet? Együtt töltük meg. Te megpumpáltad, én meg leütöttem. Eldugod a WC, megpumpál. Ó, ez egy aranykulcs. Aha, hát fel. Hú, srácok, tegnap néztük meg a szörnyellát. Kurva jó volt, én nem szerettem a Disney-t. Attól függetlenül, hogy tök jó Disney filmek vannak. Meg azt hittem, hogy ez nem lesz jó, és nagyon jó volt, nem tök tudok rosszat mondani. Én amúgy tök szeretem ezt az új vonalat, hogy a gonosz szereplőknek így a backstory-ját próbálják meg feltérképezni, mint ahogy a... Ilyen eredet történet. A Csipke Rózsikába, és van ugye ez a gonosz mostoha, ami arról is volt egy film, csak az a Angelina Jolie is volt,
akit én annyira nem csipázok, de, de még az a film is azt mondom, hogy érdekesebb volt, mint bármelyik másik csipkának adaptáció, mert ezt annyira... Ezt nem is vágom amúgy. De? Várj, ne menj bele a lézerbe. Ez egy hitel. Ne látom. Bár inkább próbáljunk meg felfelé jönni, bocs, hogy így beleordítok. Üvölcs az arcomban. Ilyes testeket töltöttem most, az lesz az esti mozi. Az jó film, azt emlékszem arra a horrorra. Amúgy lehet, hogy ezt meg is nézhetnénk. Én emlékszem, hogy már néztük, de tök nincs meg. House of Wax, azt hiszem az a címe. Tudom, és tudom, hogy egész horror, ház de... ilyen. Hú, ez baszki, ez itt nem... Mind a kettőnknek egy izéje van. Várjál, lehet inkább én átfutok. De most ez miért jó? Csak a nagy, ugye, partikelek, azok nem sebeznek. Azok nem. Hát, hogy ki tudod kapcsolni akkor? Hát, itt egy mentés van. Menj, de mindenképp. Igen. Itt csak pénz van, azért én nem futok be. Jó. Itt kell hát tovább. Hát, itt adtam én is. Jó. Nem is veszem fel a könyvet, meg a fegyvert, ezt tudom. Jaj, gólem. Gólem obeliszk ráadásul. Hú, hílej. Oh. Azt, itt van valami nagyon komoly ruha, ez... azt hiszem méreg elleni? Nézzük. Ti is volt a főszereplője Szörnyellának? Nem akarok hülyeséget mondani. Emma Stone, vagy velem ilyesmi. Hú, ez talán jó. Greater Healing-es ráadásul. És nem tudom, hogy most felvegyem, és elkopik, mire nehezebb részre érünk. Na, mindegy. Hát, de most már így is egy masterchat végén, szerintem az a boss az random, azért került olyan hülye helyre, tehát egy folyosón kellett volna megölnünk, úgyhogy... Nem tudom, miért ilyen. Nem sokára megyek barbershopba. Már csak... Kettőt rendesen kell izgulok, mintha izére mennék, most tudom, végbértükrözésre. Amúgy én is izgulok. Kétszer már meggondoltam magam. Még fogod többször is, ahogy is már. Ne, kifogytam. Ne. Úristen. Csak haladjunk, mert nem félek el mellettem. Be tudtam aktiválni. Vigyázz csapda, ne, nyugi. Jó. Ez úgy leviszi a HP-det. Látom, csak bepánikoltam. Szagadlak. Taszigálós tánc. Taszigálj előre. Na, Doom Annihilation-t néztem ma, 2019-es, hát elég gyengusz. De szerintem Doom fanoknak egyszerűen szóval. Ez a Doom film, vagy már még egy Doom film készült? Én egy Doom filmet láttam, de borzasztó volt. Olyan, nem mindig sikerülnek ezek a játék átiratok. Játékadaptációs filmek, azok nagyon gagyik szoktak lenni. Amiből egy minőségit megnéznék, az az Assassin's Creed. Szerintem annak tök jó. Amúgy abból a film, ami van, az nem rossz. Sztoria van. Egyetem van belőle? Én csak persze, ilyen, hogy van, van. Én ilyen fan-made izéket láttam eddig. Van belőle film olyan, hogy ilyen időutazós, mert amúgy az Assassin's Creed az időutazós. Tudom én. Igazából nem utaznak az időbe, de ja. Én a Half-Life filmet várom. Nem már. Azt a mindenit. Mi van? Mi történt? Itt van egy nagyon durva fegyver, amit nem is láttam. Wand of Death. Szia, ezredes. Hallod, ezt figyeld. Mi kezembe van. Egy ilyen csont, gerinc. Nagyon csicskító. Nem merem kipróbálni, mire durva. Inkább el is teszem. Elrobbansz, ha kipróbálod. Szia, ezredes, Hali. Első Doom film az 2005-es. Ja, én csak azt láttam. Én is csak azt vágom. De az se volt annyira nagy, izé. Ó, ez nagyon rossz volt szerintem. Mi ez a tűz útja?
űzútja? Leugrottál? Nem, itt ez a folyosó. Ja, nem tudom, de szerintem menjünk le, mert ott nem tudunk átmenni, úgyhogy lesérülünk. Ja, hogy itt le kell ugrani. De most megint valami van a kezemben, én ezt nem akarom használni, mert véletlen rákatintok, de más leha. Ne! Lol. Van kulcsod? Nem ilyen színű az nem a baj. Nem érik ki, akkor le kell esni. Aranykulcsom van. Ja, azt tegyük el, azt... Erre is emlékszem. Nem is lehet kinyitni vele, mert ugye szilver. Amúgy ugyanez a pálya volt, kajak, csak nem voltak ilyen warriorok. Jézusom, meghalok. Hát... Csak voltak még ilyen hátra maradott enemik. Itt fej van ilyesz, azt ki akarom pucolni. Jaj, mit nem most van egy ezüst kulcs. Zert helmet, na ezt kipróbálom, ez mit tud. Grand Gold Wizard helmet. Hanyas szintű ez. Oxygen. Nori headgear. Ha egy jó skifit néznénk. Nehéz jó skifit. Az oxigén az jó, azt láttuk, tudod, ez a francia. Amikor a... Vagy az másik volt, amikor ilyen űrkapszulában voltak, mert azt is azt hiszem nekünk ajánlottak, amikor ilyen, tudod, ilyen... A nő igazából egy klón volt. És ki akart jönni abból a kapszulába, és saját magát klónozta. Csak ő nem tudta, mert ő még ilyen friss izé volt. Ja, ilyen stázisból ébredt, akkor azt láttuk. De volt egy másik Oxygen című film, ami meg ilyen... Az, amikor ilyen... a legvégén azt mutatták, hogy az egészet csak haluszta a faszim, mert valami űrlény bolygó így. Ez kurvára nem volt benne. De tudod, melyikre gondolok? Nem. Akkor is egy ilyen pótból ébredt fel a faszi, és egy ilyen ismerős nő keltette fel, és a végén ja, meglátta, tudom. Hogy igazából az egészet csak egy ilyen... Igen, szóval már mire gondolsz. Tudom, ilyen űrlény biomassza halusztatta vele. De az izé volt, nem az a... Az a sorozat, ez a Netflix, és ez a Love Robots and Death-nek ja, az egyik rész. Ja, hogy ez egy olyan rész nem, az volt. Egy olyan volt. Ja, úristen. Viszont én meg arra gondoltam, ami Franciaországban játszik, meg azt hiszem francia film is, hogy ilyen por van mindenhol, és így nem lehet így lélegezni. És valami kis csaj egy inkubátorban van otthon, és azt hiszem az éli túl. És ez egy jó film volt, meg pár éve jött ki. Na, ja, arra emlékszem, igen, tényleg. Visszafelé megyek, vagy jó irányba? Nem, visszafelé. Ja, visszafelé. Ennyit beszéltünk, elfelejtettük, honnan jöttünk. Azt a mindenit itt egy kell. Confuse, és érdekes, ezt már tudom, és már... Még egyszer megkaptam. Megajándékoztak egy Confuse-zel. Lehet, hogy ilyenkor kettes szintűre ugrik föl. Hát persze, nem. Úgy szintű. Reménykedj. Ne asszonykodj. Francia filmeken mindig a magas feszültséget. Hallod? Tegnap volt magas feszültség. Várja, ne menj ennyire előre, már nem szabad elmesélni. Elmentünk sétálni, egy ilyen bicikli úton, ilyen, nem tudom, szerintem sétáltunk egy 5 kilométert. És ilyen, ilyen magas feszültség, ilyen 1 millió voltos kábelek alatt ment el a bicikli út. És ott sétáltunk, és így nagyon, hát jó, az túlzás, hogy leértek, de így szerintem egy olyan 8 méter magason, vagy 5-6 méter magason vannak azok a kábelek? Szerintem csak közelről tűnt annyira. Nagyon közelinek tűnt, de... sör volt a kezembe, és lehetett hallani, ahogy zizegnek a kábelek. Halad, rendesen beremegtem, hogy majd mondom, leteszem a sört, hogy nehogy áthúzzon valami áram
Hát szerintem egy fém biciklivel el lehet alatta menni. Hát jó, de ezt nem oda tervezték, vagy ez nem úgy építették meg sok évvel ezelőtt, hogy majd ott emberek fognak alatta menni, szerintem az jó, csak azért szerintem már nem tudom hány év alatt napi 15 ja, biciklis biztos, hogy elment alatta. Nem hallottunk volna róla, hogyha minden nap meghal 10 biciklis. Ez kurva para. Hogy pedig én nem félek így az áramtól, meg sokat szerelek villany, de azért ott paráztam, bazd meg. Jó, itt a vége. Aha. Köszönöm. Egész jól bírtuk egy HP-val. Tak minden itt. Hányat öltél? Többet öltél, mint én. És több szikletet is találtál. És mégis magasabb a pontod. Nobelisket. Talán Nobelix-es vagy. Na. Megnézem, ez az új bot mennyit ér a piacon. A piacon. Javítsál, öreg, javítsál. Ez egy haste potion, az mit tud? Gyorsabb lesz által. Nem is ér sokat ez a bot, pedig nagyon durván néz ki. Single player-ről nem is találkoztam vele. Ezt a rohadt. Van valami jó cuccod? Nem, 5000 volt megjavítani ezt a kardot. Hú, lehet, hogy inkább előbb meg kéne nézni, hogy mennyiért tudsz venni, mert lehet, hogy olcsóbban. Nem, azt a kardot, amit te vettél nekem. Ja, azt mondjuk érdemes megjavítani. Hát nekem van ilyen elektromos botom, ilyen lightning stuff, amit majd 1000-ért javít. Inkább megnézem, hogy mennyire árul olyat. És... Na ne, jól van ám. Force of Nature stuff 6000-ért. Ezt látod te? Ilyeneket nem is láttam soha életemben. Ezek szerintem a... Mondolt. Ja, ez a Community-nak a csinált fegyvereját. Én ezt a gémet már párszor azért kijátszottam. Kivitted a kertbe. Meg árulnak regeneration, meg antisok köppenyt. Ez is érdekes, hogy alapból... meg van anti-lighting and greater healing. Hmm. Tehát, és titán cloak. Az még érdekes, hogy... Ez tuti, hogy modded cucc, mert alapból azt hiszem csak egyet tud, tehát egy ilyen izéje van, skillja itemnek. Hmm. De én bevásárolok. Hogyha kell valami, még 20 000-ig tudok költeni. Ezt a ismered a Beyond Two Souls nevű játékot hallottál már, ezt tegnap is mondták, hogy mondjam meg neked, és ez olyan az agyam, hogy így elfelejtek. Ismerem, szerintem jó, csak nagyon sztori alapú. De ez milyen nézetű, az ilyen, mint a Life is Strange, vagy milyen? Hasonló egyébként. Én mondjuk szeretem ezeket a... majdnem film játékokat. Jó, a Life is Strange-be kurva jól meg van csinálva, az jó. De egy csomó játékban nagyon idegesítő, főleg az előre kirenderelt átvezetőket, ezt nagyon nem szeretem. Inkább az olyan, amiben így bele tudsz nyúlni kicsit. Azt mondja, ezredes, hogyha kijátszanánk, akkor odaadná neked. Komoly lenne. Ezt lehet ketten? Hát nem hiszem, szerintem azt így egy géphez odaülősen lehetne maximum. Ja, írták a YouTube-on, hogy tök jó volt látni téged, hogy emelted a műsor színvonalát. Csak ugye a hangod, ez a mikrofon, azt úgy van kiszámolva, azt írtam nekik, hogy a kettő ne hallatszódjon egymásba, és ezért tényleg így full így bele kell beszélni, hogy hallatszódjon, és így, miatt így nem mindig hallatszódott a... teljesen mondatod. Hát nem tudom, hogy én vegyek-e valamit. Árul egy ilyen Berserker könyved, de most az ugye megvan. Most ha megveszem, akkor ez
tényleg magasabb szintű lesz? Nem tudom. Nem? Én egy csomó könyvet most eladtam, és valamit azért nem tudtam használni, már megvolt, valamit meg, ami már megvolt, újra fölvettem, és belement a ezenbe, szóval passz. Megnézem akkor, és annyira nem drága. Ja, már ismerem ezt az ability-t. Ja, akkor nem is tudod megvenni. De rossz. De meg tudom venni, csak lehúzott veled, akkor eladom. Ne. De jó, hogy 500-ért kellett megvennem, és 150-et ad érte. Akkor... A szemét, hallod, én meg megvettem ezt a Force of Nature stuff-et, és azt írja, hogy unable to use that weapon. Ne. Egy nem is az én class-emnek a weapon-ja, de bazdmeg varázsló vagyok. Bonyák. De csak úgy poénból fel tudod venni. De biztos, hogy nem. Nem tudom használni, nem. Mennyit ér? Próbáld eladni. Próbáld meg. Nagyon sokba került. Nagyon sokba. Szerintem negyed annyit nem ad érte. Kurva élet. Hát... Ja, majdnem negyed annyiért megy a... picsájába, pedig ez nagyon jó volt. Hogy tudom beállítani, hogy secondary legyen ez a bunkósbot és a pajzs, mert ugye ez kétkezes. Úgyhogy előbb vedd fel a pajzsot, meg a bunkósbotot. Igen. És húzd be a kétkezes kardot oda alulra a kis... De akkor az lesz a secondary. Nem, majd húzd be. És most nyomj egy V betűt. És ha még egyszer megnyomod a V betűt. Látod? De most így, nem tudom. Jó, mindegy. Hát lényegében tök mindegy, hogy honnan nézed, hogy melyik az elsőleges, melyik a másodlagos. Max halál után lehet, hogy úgy fogsz feléledni, de különben meg nem tudom. Jó, mindegy, menjünk eleget. Szarakodtunk itt. Jó, én utánézek ennek a Beyond Two Souls, szóval nem vágom, de én mindenben benne vagyok igazából. Én nagyon... Szívesen játszok ki bármit, mindjárt nyitok egy ajtót. Ja, kicsit felmelegedett a citunk. Ne! Te! Merre kell elindulni erre? Már úgy néz ki, mint hogyha már lenne vágva a hajam. Hát egy nagy változás nem is lesz. Hát így headsetben biztos, hogy nem nagyon fog látszani. Várj, van sisakod? Van itt 10 000 ére egy titánium. Van sisakom, gyere. Ja. Hát és ez nem is jó. Ha megint ilyen atomdrága izéket nézve. Várj. Adj ezt a CB, sarki CBS faszit. Hát fel kell vitelem a cuccokat, mert bármikor találkozhatunk. Hát azt hittem, hogy már rég megcsinálni. Mással foglalkoztam. Ja, és nem tudunk kinyitni ládát semmi. Uh-huh. Este van. Jobban is lehet játszani. Wow! Na az jó. Wow. Mondjuk jó. Na ezt én sem láttam még úgy. Az úgy olyan, mert tényleg így tök jó így egy gépnél is játszani, csak szerintem mi már azt így kinőttük olyan szempontból, hogy most van két nagyon jó gép, és tényleg így tudjuk egyszerre a kettő streamelni, és szerintem pont most ezt kéne így nyomni nagyon. Azon vagyok, hogy Eszternek összejön a webkamerája, és akkor tényleg már úgy teljes értékűen lehet tolni. Miért van itt ennyi életizé? Ez olyan, mint egy kis aréna. Hát volt egy mage, de kiütöttem. Paplovak próba tolta? Done.
Ez valami csapda volt, vagy ez a te? Nem. Ja nem, a varázslat az enyém volt. Jó. Akkor jó. Jó, de jár azt, ezeket a ledeket mindig így zsigerből felhasználom. Nem tudom, miért zárt az összes, az olyan dühítő. Micsoda? Hát, hogy be vannak zárva a ládák. Ja. és az izé, hogy a kulcsok inkább ajtóhoz kellenek, és én igen, alapból elhasználom, és hát odafutok a ládára, és ugye emiatt ki is nyitja. Úgyhogy... Itt is van ám... Jaj! Valami. Jézusom! Úristen, menj meg hol. Na jó, elég volt. Kifagyott a mannám. Menj vissza, ott volt ugye a töltő. Egy te köcsög varázsló. Meg is halt. Jézusom! Azt hittem meghaltam. Amúgy tényleg, és tízzel, hogyha meghalunk, akkor... Akkor vége a streamnek. Hú, hílej, hílej! Megy a moló. Megy a moló. Hoppá, kifagytam. Itt lettek, bassza. Titanium chainmail. Polyps beam. Az jó. Az mérgezés ellen és titánium is ráadásul. 224. 240 a mostani. Poison protection. 27 különböző állat ülve utazik, megáll a busz, felszáll a hal. De nem ül le. Tehát a 8. utas a halál. Azt hittem, hogy ilyen találás kérdés, hogy... Tanulószobán szoktam ilyen magas röptű poénesteket tartani. Tehát mesélj ilyen agyporszívós történeteket. Úristen, nem akarok. Szerintem ilyenkor így kikapcsol az agyam egyébként. Végén nevetek udvariasságból, és már nyomják is a következőt. Én még töltök életet. Meg hát van egy-két olyan, ami miatt lehet, hogy a Twitch kibannolna minket. Kibannolna. Félszeggel! Jézusom! Isten! Jézusom! Vigyázz! Elmuszította a pitbullját. Pitbull kutyák jönnek. Kinokkoltam. Nem tudom. Ja, itt egy varázsló. Csak volt. Kell élet? Majd kiírek, most még van 6. Nem tudom, itt középre ráléptünk, az volt a csapda szerintem. Obeliszk alatti. Hát nem tudom felvenni, van itt egy élet potion. Yes. Olyan sok potion van. 9 lehet nálad. Öltenem kell, ugye? Hú, lehet izé lesz. Könyvtárba vezet ez a... Nem, azt hittem. Úristen, egy záratlan láda, egy teljesen useless potionnal. Nem, szerintem lehet, hogy volt egy kulcsod, nem? De mert ezt tudod, mondom. Amúgy most, ha megnézed bal oldalt fönn, egy kulcs van még nálad azon kívül. Mert az arany. Ó, bazd meg. Meghaltál. Ne bazd, és én meghalok! Most mi történik?
Hú, egy életem, ez zicsó. És ugye most megint oda megyek vissza. Ezek olyan hitesek. De hát az utolsó full HP-n általál. Egy méterre volt. Na jó! Mi történt? Most még nem volt bekapcsolva, és bazd meg megyek, és instant bekapcsolt. Bazd meg, és ilyenkor mi van? Visszaszámlál, és most újra van két HP, vagy két életem. Ezeket semmi értelme. Nem biztos, tudom. Lehet, hogy ezután már lesz ilyen szerencsé. Nézd, nincs bekapcsolva, most hát kapcsolod be. Hát már mozgás érzőt van. Mozgás érzőt tudni. Bazd rámonítom. De ez nem is ebből az irányból jött. Most miért nem megy? Meg akar ölni. Úristen, és pont a mentés előtt. Igen, azt mondtam, hogy egy méterre voltál. Hú, annyi mindent kell kiklippelni, amúgy múltkori Steam-be is volt egy csomó agyfasz. Anyád már, kis nyomoronc. Ott a kulcs. Bassz rá a monitor. Ja, meséltem ilyen történeteket régről, hogy... hogy rábasztam. Nézd ezt a cipőt. Nem, ilyenem van, de... Ja, az páncélcipő vagy? Wind and greater healing. Nem. Ja, azt nem tudom. Azt nem tudom hordani. Hú, ez viszont jobb. Lecserélem. Amúgy elledik... Nem a másikat, hát, ha tudod hordani, vagy biztos... Most én... találtam még egyet, ez titánium, nem tudom. Én ezt amúgy nem fogom tudni hordani. Ja, nem, de az, ami neked van, az titánium. Mindjárt mondom, mennyit izé... defense 96-ot. Ez meg izé... Leaping and Wasp Bane. Nem vágom. Beraktam eléd. Ja... 93, hát ha elkopik a másik kajasz. Ott a labból izé kell egy kulcs. Még egy van nálam. Nem is. Nem szar, hogy valamikor muszáj ilyen távolsági fegyverre használni a Warriornak, ezért nem igazán van. De tényleg az neked az a kampó, amit így kilő, az... Az egyet sebb az igazából arra van, hogy odahúzzam magamhoz az enemit. De az be van rakva egy fegyverszlótba, vagy az alapból van? Nem, az ability. Az ability-ből van. A gomb az nem tudom, mit nyomott meg. Ugye az nyitotta ki azt a rácsot? Ugye az el fog indulni. Ez egy csapda. Na, fussunk. What? Még egy? Mit hattél? Falat üsd! Jézusom! Gyere be! Úristen! Lenyisd ki a ládát! Ah! Elhasználtad egyik kulcsodat. Szarügy. Mindegy. Nem tudok nem kinyitni egy ládát. Amúgy nem is értem a scrollokat a játékban most a multiba, hogy nem lehet őket használni, tehát hogy... Minek van benne? Ja. Eddig egyet se használtam fel kb. De jó. Sok kis nyomi. Húha, kimerültem. Kimerülsz, akkor csak ilyen petárdákat lősz. Titánium. Ó, majd eladom a piacon. Nem, ez a botomnak amúgy. Nagy bani piacon. Képessége. Lehetett még erre tovább menni? Nem igazán. Olyan jó, amikor így elakadok egy falban. Várj, itt van még egy csapda, erre kell jönni. Akkor fussunk. Vagy erre jöttünk? Lehet. Az a könyv, az... Ez a barna könyv, az ennyi. De nekem ez piros könyv!
Amúgy ez is már megvolt, és most megint felvette. Nem tudom, mert voltunk, vagy nem? Nem voltunk itt. Nem? Ja, itt voltak a cipők. Kába. Tévedtünk. Mérgezett egér. Na mi van itt? Ja, ez... ez... ja, aha, aha. Vigyázz, csapda! Az meg! Úristen! Tiszta Indiana Jones. Seggedet elkapta. Ú, itt van valami aréna, de tele van olyan izével, amit nem kéne megnyomni. Megpróbálom nem megnyomni. Ne. Ez itt meg fog mozdulni. Vigyázz, ne használd el a kulcsot a ládánál. Viszont ezért szeretném ezt. Nem tudom, ez mi ez, amit meghúzunk. Az ujjam. Ujjam. Húzd meg az ujjam. Ja, ezért akartuk megkérdezni, nézte Eszter vissza a csetet egyik nap, mert ajánlottatok egy sorozatot, és nem találtuk meg. Kajak, majdnem az egész streamet visszanéztem, és... az is várom. Istennek nem láttam. Mi ember van itt? Jó van, itt nem kéne. Istenem. De ez durva volt. Hol van a töltő? Kedvenc szállóigént. Hú, hílej, hílej, meghalsz. De mi, mitől sebződök ennyire most? A kis manók dobálnak a köveikkel. És ettől be kell szarnom warriorként? Ne idegesítsenek már föl. Mi szövetek? Egy kavics 12-t sebez. Tök reális. Amúgy? Úgyhogy már a... nem is para. Tudom, milyen armor van rajtam. Ez biztos, hogy én csak a Tales from the Loop-ot ajánlottam. Na most erre egyáltalán nem emlékszek. Az milyen? Most ezt meg tudod igyezni, hogy Tales from the Loop? Attól nem tudom megjegyezni. Megjegyezni. Igen, egy ilyen frisbee-t találtam. Ja, hogy ez nem is ajtó. Itt a marany ajtó. De lesebzett. Adjak életet? Milyen izé van rajta? Nem sok életem van. Okay. Tehát, hogy nincs is rajtad izé páncél, mert spórolsz. Van ilyen rajtam, ez is van. Isakom. Hol is? Ja, az is van. Nem tudom. Elnézést. De megpusztító fegyverek vagyunk. Amúgy itt volt valami könyvtár oldalra. Ja, tartok mannát, bocs. Csá. Mint a Black Mirror, kb. Első nekem tetszett, bár ezt nagyon nem érted, mi történik. Fú, srácok, a izé nagyon durva, a Dark, az a sorozatnak a neve. Egyébként egy német sorozat, ilyen transzcendentális témát dolgoz fel, meg ilyen időutazós is, meg párhuzamos világ is. Minden van benne, kurva jó. Dude.
Hulpa Rider, az lesz az én játékomnak a neve, ha egyszer csinálok játékot. Mi ez a hang? Ja, hogy ezek a kis repülőszarok. Ja. Júriel is megél valahol, szerintem. Meg nem? Ultimate Tulpa Rider. Én meg a Loki-nak van külön sorozata, azt vágom. Na. Nekem az annyira nem... Lehet, hogy amúgy egy csomó olyan van, hogy így a neve nem mond semmit, de aztán... Amúgy a WandaVision is ilyen Marvel sorozat volt, és az is tök jó volt. És az nagyon jó volt. Ahhoz képest nem vagyunk ilyen Marvel rajongók, de aztán meg király volt. Annak a képi világa az nagyon tetszett, hogy ilyen... Azt ne nyisd ki, ne nyisd ki. Mert elvileg ugyanoda jutunk vissza, ahonnan jöttünk. Itt van egy mentés rész. Ez a WandaVision az ilyen 20-es, 30-es évekbeli tévéműsornak. Hát úgy kezdődik, és akkor végig megy kb. Az évtizedeken. Van ilyen... Nem hülyeséget mondom, akkor lehet nem is volt tévé, de ilyen nagyon régi tévé. Ugye ilyen fekete-fehér tévénél kezdődik. A 70-es, 80-as évek. Hát inkább korábbi, hát meg ilyen fekete-fehér. De mondom, fekete-fehérnél kezdődik, ja, aztán hogy, ja, igen, a végén megy így. Végig. Ja. Akkor itt ezt le is zártuk, nem is megy tovább semmi. Ja, nem megyek bele a csapdába. Ja, itt meg nincs semmi. De el is lehet jönni. Ez meg, várj, nem itt. Mi van? Itt voltunk, vagy? Szerintem voltunk, ez a kiütött spawnerek. Tudom már, hova kell. Na? Erre le. De ez nagyon tetszik, hogy több irányba lehet menni, és végén úgyis megtalálod, hogy... Úgyis megtalálod. Erre. Kivéve, ha Eszternek hívna. Erre kell jönni, erre. Punisher jött be. Jaj, megint egy lézer. Van hívás. Punisher az jó film. A sorozatot nem láttam. Nekem van kettő. YOLO! Jaj, és meg egy csomó. Ura. Medieval lézer. Nem tudom, ezt lehet-e ugrani? Lehet, hogy lehet. Rohadtul nem, és nem fogom kipróbálni. Gyere, gyere. Vigyázz, vigyázz. Látok. Ú, ott egy aranykulcs, nekem az kell. Felvettem az aranykulcsot. Marha ügyes vagy. Fír. Szerintem az olyan, hogy így... és itt ki lehet kapcsolni a lézert. Akkor úgyis felvetted volna az a mindegy. Fír, azt gondolom azt, hogy így elmennek a enemik tőled. Na, mikor lesz már boss fight? Húha, várjál, ez valami röhögés volt. Itt van egy vizer, de olyan... Kurva sokan rám jöttek. Tűnök, megyek ki. Jaj, neki fagytam. Vissza kell jönnöm, gyere vissza, gyere vissza. Nagyon sok manna van itt. Ki tudjuk nyírni őket, mert itt folyamat tudok tölteni. Ne! Lestem! Megy le egy ember. Döltem. Die, die.
az Isten is. Hallj már meg! Ne, vigyázz, gyere vissza, úristen, két parázsló van rajtam. Tulpa fight. Tartd a fight-t! Hellemetlen volt. Tulpa fight. Mi van itt már megint? Kinokkoltam, ez leesett amúgy az előbb. Mi nagyon beteg a Doom Patrol a DC-től, felnőtteknek szól a sorozat. Itt egy varázsló spawner. Hú, ez az elektromosság így áthúz egymásra. Na, itt most jegyzetelni kéne amúgy, de van egy, egyébként egy ilyen stream jegyzetfüzetem. Én most ezzel kijegyzetelem a... Filmeket, meg sorozatokat. Kis füzet kiért. Ne írjad. Díszok legalább. Vannak izék. Commander, és ez lófasz nem látszódik. Parancsorok. Wifihez. Internethez. Natoláshoz, meg minden lófasz. Na várjál, akkor mi volt az első a... Dontemberes sorozat. Tényleg azt mondta a Dekapó. Lincoln... Green... Vagy nem írott? Te gyorsabban írsz. Mi vagyok én író, de... Igen, te vagy az... Hogy mondják ezt? Asszisztencia. Leadtam a HRS-nek a dolgokat itt a Piszketel Streams-nél. Én nem tudok ezzel foglalkozni, külön emberem. Na, akkor mondom, mit írj. Hú, melyik volt a... első, amit mondtak. Tales from the Loop. Aztán a Lincoln. De ez a Bone Collector, a csontember, az egyébként ezt a filmet megnézném akár most is, ez jó volt. Ez még régen is ilyen nagyon menő volt. Tehát kapcsolok Eszterhez. Köszönjük, hogy az asztalomat látod, ja? Ki kellett tabolnom. Bazzeg, miért kell kitabolnod? Hát visszatekertem a csetőt. Ó, gyerekek. Istenem. Nem szeretek asztalt mutogatni. Hát akkor miért pattintok fel? Hát nem tudtam. Ja, hogy nem valamelyen izé volt, hát megnyit. Nagyon jó. Na, mit írjak még? Doom Patrol. Aha. Ez egy DC is. Ez ilyen izé, posztapokaliptikus. Jó. Eddig jó. Itt egyedül ütöd ezeket. Másik irányban nem is volt semmi. Milyen varázsló? Ja, ez itt full üres. De ott egy láda. Ja, nem az nem láda, az egy szék. Jönnek! Jézusom! Nem akarok, nem tudok, nincs nálam több. Meghaltál? Nem. 3%-om van. Kéne adni potiont, ha... Jó, maradjat, maradjat, maradjat. Őket. Hol vagy? A sarokban elbújtam. Ja, a sarokban bújt. Nem csak 9 potionom van. Jaj, talán tudsz párat... Mi a fasz? Ne! Veszik és leesek, és egy potion le is esett. Visszaviszem. Itt vagyok. Kell még? Szedegetem őket. A 3-at megtartottam, 6-ot adtam. Köszcsi. 5000-ből kérnek vissza. Nem kapsz. Új, itt egy teleport. Uh,
Hú, ez durva ez a rész. Ugye ez a teleportba, ha belelépsz, nehogy... Jaj, ezt is megcsináltuk, nem? Vagy valami ilyesmi volt? Igen, emlékszem valami ilyesmire én is. Jaj, egybe beleléptem. Jézusom! Jövök már! Kurva élet! Kifogyott ez a szar! Hú, majdnem meghaltam. Mi ez a pizsába felső? Medieval share healing healer. Kell neked? Ezt te is fel tudod venni, nem? Hát én is. Nekem amúgy van egy healerem. A... Hát egy healerem? Nekem is? Köppenyem. Jó. Olyan cipőm elkapott. Hát te csak ilyen házi papucsot tudsz hordani, nem? Ilyen ármoros... Házi kabát. Házi kabát. Ezt nem húztad meg, vagy igen? Meghúztam. Kamuzom meg még egyszer. Most mi történt? Nem is fontos bejönned már. Várjál még egy. Nem is fontos itt nem. Tudom, melyiket kell. Jaj, ne! Vigyázz, lézer! De miért mész bele? Megálltam a lézer előtt. De nem baj. Jó, ne gyere már ide be. Azt se tudom, szerencsére közel vagy. Azt nem tudom, hol kell kikapcsolni. Valami titok lesz szerintem. Hogy ez egy csapda. Kinyíltam. Jó, tudom. Nem jöttem rá, hol kell visszakapcsolni. Hú, vajon mi jöhet? Nem tudom, de nulla életem. Vigyázz, itt a lépre létszi. Semmire. Hát is lehet visszamegyek tölteni. Áj, gólem. Szét basztuk. Semmit nem ad. Ott egy kék balta. Megnézed. Te is van valami? Jaj, ne már! Most komoly! Mi az? Most meg fogok halni, vagy nem tudom. Jó, elviszem akkor neked a fegyót. De hova tűnt? Az előbb meg itt volt. Oda, de eltűnt. Kis buzi. Hú, majd megpusztultam. Szóval nem tudom, ez csak... Ja nem, itt van, itt van. Csak nézz rá kicsit. Jó, bár tudod, ezek a lassúak. Köszönöm szépen. Jó, lehet, hogy abból a, vagy abból a típusból lassul az jön. Alapfegyver, de lehet, hogy a... Ez a... Lehet, nem ez is sebez annyit, hogy érdemes legyen. Jézusom! Ne! Lelőttek rólam a ruhámat. Pedig elvileg anti-spark volt.
Szerintem az csak a kék spark. Potion nem nincsen. Milyen potion kéne? De heal kéne inkább. Az a baj, hogy az elfogyott nekem is. Ha mindegy. Úha, nagy szarba vagyunk. Itt egy cipő, ez fire resistes elvileg. Csak ez nem páncélcipő. Jó, hát akkor odaadom. Jó, akkor tudom én, hol ez én amúgy is elkapott. Ja, ez izé resist to fire. Itt erre nem lehet menni? Mm-mm. Minek jöttünk erre? Nem, erre kell. Várj, jött egy kulcsos. Vagy ezt is te nyitottad? Nem. Várjál, én mentek. Én sok a kulcsos tanabb. Hát mind a kettőnek van még kulcsa. Jól nézzük. Ez is ugye ilyen szopatós. Jézusom, meghalok. Megnézem, mit tud ez. Vigyázz, mert itt majd csapdák lesznek. Mit jelent ez, hogy item, vagy armor value, és egy csillag van-e? Az izé, az valami ilyen elrejtett képességű, szóval ezt nem lehet azonosítani. De jó. Gondolom, ilyen meglepi. Vigyázz, nem menj bele! Itt is egy. Ezt csak az én közelemben látod, vagy... Nem tudom. De ne lök bele, még egy itt van. Bocsánat. Amúgy tényleg csak a te közeledbe látom. És itt már megint semmi. Wow, az mi? Ne, a közepére nem. Nem megyek oda. Egy láthatatlan ládából kijött ez. Akkor haste is, ez is már volt nekem. Itt is egy láda, mi a franc? Wow! Kite shield neked. Titán ráadásul. Hújf. Na ne! Ahhoz már kulcsot kérdem, akarom elhasználni, meg elvileg csak kettő arany kulcsunk van, nem? De... Silver kulcs kell hozzá. Ja, nem azért mondom, nincs arany. Jó, vigyázz, csapda miatt. Lelövik a izé vizeldróbomat. Mi már? Szemet. És... A szarba vagyunk. Itt estünk le, vagy? Nem leestünk, egy kulcsos ajtó. Ja, tényleg, igen, igaz. Akkor most erre kell tovább jönnünk. Tökéletesen igazad van. Tudom. Már itt nincs semmi felvehető. Ne, egy gólem! Egy gólem! Uaj! Azt a kurva! Igen, ez üt, mint egy állat. Valamit dobott. Semmit nem dob soha. Hílelek, pici, vagy ilyen... Potiont is töltök. Tök sima enemy-nek van beállítva, nincs már megint potionom. Tök mindegy. Hát csak izért tudok adni manti mérgezés ellen itt. Mindegy. Majd nem vége lesz ennek a... Itt a vége! De 7-es stage-ig, srácok, elvittük. Ja, azt csak én tudom, mindegy. Ez azért nem volt könnyű. Hú, most te sokkal többet nyírtál. Underworld, úristen, a pokol. Ja, az amúgy tök izgi a pokol felé a... Pokolba vezetünk. És még a pokol előtti részek azok nagyon jók, ilyen jó föld alatti. Jó szendékkal van kikövözni.
Kutyaugatások. Hát... Na, van 38 ezrem eladott cuccokból, úgyhogy tudok venni neked valamit, ha akarod. De magadnak nem tudsz venni? Most úgy őszintén. Hát magamnak nagyon is korlátoltak a dolgok. Korlátolt. Tap of Recharge, ez mi lehet? Föltölti a mannát, vagy önmagát föltölti a bot? Gondolom, valamennyire tölti magát. Biztos annyira, mint a regeneration az életünket. Milyen izéd van, armorod? Tudok venni neked egy titániumot 20 ezerért. Anti-lightning és greater healing, úgyhogy ez elég. Azt mondod, mennyit? Mi az armor value? Elmondom. 278. Ez mondjuk jobb, mint... És 4-es leveles antisok, és 3-as regeneration. Nagyon megveszem neked. Nagyon rendes veled. De magamnak majd csak 200-ért tudok már egy sima ilyen... pizsomát. Pizsomát. Ezek 14 ezerért van olyan cipő. Meg szóla. De akkor te is adjál cuccokat, meg ezért kell potiont megvenni. Nézd, itt van a ruhád. Adtam már, most 15 ezerem van. Megvettem az összes életpotiont, nem tudom, hogy ilyenkor már te se tudsz venni többet. De tudok. Az mindenkinél ugyanannyi vagy, ez hogy van? Teljesen más a te shopkeepered, ja, meg az én shopkeepered. Tényleg, vizeld robot, te látsz? Mindjárt megnézem, csak eladom a haszontalan szarokat. Vessük meg Esztert addig. Ebből is már kettő van. Hú, de ez mi volt? Ja, a cipőből amúgy, meg néhány cuccból lehet tartalék. Egy tartalékot még oké, de ennyit. Azt hiányolom ebből, meg kicsit talán a Diablóból is, hogy nem is tudom, milyen játékban van. A Black Desert Online-ban például van olyan, hogy fölveszel valamit, és akkor egy ilyen lefelé mutató kis nyíl megjelenik a sarokba, ami azt mutatja, hogy azzal a szetted gyengébb. Uh-huh. És hogyha most itt véletlen valamit felveszel, ami kurva jónak néz ki, de összességben meg a set bónuszt leviszi, akkor tökéletlen, hogyha kijelezni. Szerintem ilyened van, ez a Wand of Death. Az van. Nekem ruha aztán kéne. Aztán ruhák közül. Én is csak azt láttam. Sima wizard robe. Ja, semmi. És mit mondtál, hogy 14 ezerért vennél cipőt? Neked. De ja, nekem van. De kb. Olyasmi, mint az, csak jobb egy kicsit talán. Aha. Hát meg tudnám venni, de most akkor te pucérra jössz, vagy? Nem, nekem is van cuccom. De robot nincsen. De megvettem azt a 200 forintosat. Tudod, az a kínai jó, hogy akkor megveszem ezt a cipőt, vagy nem tudom. Várjál, megnézem én is, hogy... Az most akkor nálam mit mutat? Mit mutat? Nézd, nálam így mutatja ki ezt a cipőt. Divine. Ez nem 14.400. Divine, Titanium, Plate, Arms of the Scorpions, Bane and Greater Healing. Nekem Anti-Lightning and Healing. Csak hát, mi nem tudunk trédelni, meg semmi, úgyhogy én csak ezt tudom megvenni. De nem, mert neked már a ruhádban ott van az antisok, szóval már nem kell még egy antisok, viszont a méreg meg a healing az jó lenne. A... De nem tudom azt, de neked meg nincs pénz. De én ezt megveszem, van 18 ezerem. Ja. Jó, akkor vedd. Akkor meg nem tudok neked venni más, nem mert kell. Nem árul semmi jót.
Tessék. Nem tudom, még letoljunk egy stage-et, vagy mi legyen. Úgy volt egy 10x streamelünk. Ja, ez nem is cipő. Hát? Arms, ez ilyen kar. Lehet olyat is. Persze. Halled, ez nekem most új. Karvédő. Eddig is volt rajtam, csak ilyen sima mighty. Hol? Itt Kaja, a kis szőnyezett ki? Micsoda? Az eddigi. Vagy ezt nem de? Már leletted? Ez most látom, hogy valami bekapcsol, amikor ezt felveszed. Hát ez zöld, most mit nem látsz, vagy nem értem. Na mindegy. Hát az eddig itt nem tudtam, hogy van. Nem tudtam, hogy néz ki. Ja, tényleg látom a zöldet. Baszki. Na mindegy, megvettem most ezt, ez most elég OP. Jó, de akkor cipőt én ne vegyem meg, vagy most? Ne, hát most már nem kell. Nekem megvan mindenem. Mármint az én cipőmet, amit néztem. Ja, akkor vedd meg, bocs, akkor vedd meg. Hát biztos jobb, de azt mondtad, hogy ennyi anti-lightning nem kell. Hát jó, de... Pedig szerintem a lightning meg a sok nem ugyanaz. Szerintem a lightning az a sárga. Igen, a kettő nem ugyanaz. A kék. Igen. Akkor megosszom ezt. Kiköltekezem magam. Azt a kurva, ezzel a kapu a Stage 10-be elvinne. What? De nekünk még csak ugye a, most jön a 8-as, vagyis nem tudom. Még akkor toljuk, vagy hogy legyen, srác? Hú, jó kedves. Baszki, de meg kellett volna jönni ezt a vizet. De nem is múltkor, volt azóta, ja. Az tök ilyen... Nem is bossnak volt beállítva. Szerintem meg lehet, hogy random. Vagy az is lehet, hogy random van a pálya, meg random a boss, és úgy van vége, hogyha el tudod kapni valahol. Mm-hmm. Ez is így össze-vissza megy, Jézusom. Az jó lesz. Jesus. Az jól kezdődik. What the fuck, ez hosszú lesz. Olyan uncsik már ezek a warrior enemik. Amúgy pont ez a rész, ez a mechanikájú pálya volt, csak a csapda nélkül. Jézusom! Ez megint olyan rész, amit de én semmit nem tudok konkrétan segíteni. Jó, mindjárt megoldom. Oké, megvannak. Nem tudom, hol nyílik ez most ki. Hát ide még lehet jönni. Itt is ugye izé van. Húli! Pusztuljatok! Azt is meghúztad? Azt hiszem, nem tudom. Ez lent itt. Hogy kell meghúzni? Ja, jó, hát oda kell menni, csak akkor meg is van. Ja, itt van egy izétitok. Vedd fel az életet. Vigyázz, csapda! Látom. Wow. Erre voltunk. Nem.
Ezek szerint. Kurva, csak ilyen irány van. De jó. De még egyet ott fel kell nyitni. Amúgy ez is benne van a single-be. Lehet, hogy a teleporttal jutunk oda? Lehet. Jaj, vigyázz csapda. Ezt látom. Kell nekünk ez a silver key. Wow. Hackerman vagy. Na, megpróbálom ezt a teleportot. Ja, nem, szar helyre dob. Ez most non-stop menni fog itt? Ja. De jó irányba vagy, inkább menj arra felé, megyek. Jézusom! What? Húha. Hogy halljanak meg. Amikor valami hülye csapdától hal meg. Már az enemy? Jézusom! Vigyázz, mert a láva nagyon meg tudom. Látom. De ha van olyan, nem tudom, fire resisted, biztos az se is. Sokáig, de valameddig véd. Csak akkor azt hiszem a ruha sérül jobban. De jó. Jaj, vigyázz csapda! Ez igen? Isten, de áh, hang nélküli. Ó, van őket is öli a csapda. Úristen! Két csapda. Majdnem összenyomott. Akkor hova megyünk? Ez mi volt? Jaj, ne! Így lehet kimenni, hogyha rajta áll valamelyikünk. Ja nem, ha leszállunk, és lement a számlálás. Ja, értem. Visszaszámol. De ez lett volna kihívás, hogy ki kell bírni addig. Ja, értem már. Mi a kihívás? Múltkor ilyen volt, most meg instant megjelentek. Én nagyon le vagyok a kyásodva. Nincs potionod, vagy? Hát van, csak nem szívesen használok. Na csak. Vázzak, kifagytam. Mi ez? Sebződsz kurvára. Látom! De muszáj valamit csinálnom, ha egyáltalán meg akarok mozdulni ezen a pályán. Nincs semmi távolságim. Jó, nyugi, ne siessünk. Nem tudod ott a falat kiütni? Ha. Jó, akkor gyere. Ja, neked lehet, nem is kell átjönni, mert itt csak meg kell húzni egy... Ó, oh, de jó. ...art. Menjek vissza. Aha. Ű. Ne lépj rá... Jó, oké. Okay. Itt még fog szembe jönni egy csapda. Oké, mehetünk. Erre ki? Ja, és akkor most ott középen az a híd lesz majd. Jár... Ó, várjál csak! Itt van valami cipő. Fire resistes elvileg. Én most vettem cipőt. Vagy ez kar... Ja, ez a izé, ez a... Arms plate, aha. Dragon's Heart, ez a... Fire resistes. Megnézem. Bár a piros most az húlyat, tudom. Nézem, hogy jobb-e. Lehet, hogy erre a részre most. Van. Ja, akkor most felveszem. Legalább nem sérül. Ja, itt csereberülni, jó.
Az mi? Jézusom! Majdnem nagyon baszott. Ez a leather arm. Most itt, most instant meghalok. Jézusom! Ideálok, hogy elinduljon. Látsz, hogy nem jó ám, ha elinduljon. Gyere, gyere. Oké, és ez a híd, ez nyílt most meg. Wow. Hú, ott van élet neked. Úristen. Jézusom, az belenedett ilyen, várjál, várjál. Meg volt valami secret. Ja, látom. Pont nem tudom felvenni, vagy nem tudom, de hogy lehet bejutni. Én se tudom kijutni. Ja, tudom már, nézd. Ja. Így kell. Jó, ez nekem hát nem érve. Egyik... Zöld kanyagon. Egyik könyv se használ nekem se. Jézusom. Hú, bazd meg. És mindegyik belök. Jézusom. Aj, viszont ott van egy piros könyv. Bent. Aha, kiugrasztod. Hát ember. Jó, menj be. No! Oké. Túléltem. Másik a nevvel ki tudsz jönni. De még lesz egy harmadik is. Már ismerem ezt az ability-t, de jó nekem. Au. Azt a kurva, meghalok. Nem tudok kijönni, nem. Jó, semmi gond, nyugi, nyugi. Jóad. Na végre, bazd meg. Hú, ez rohadt szemét, ez a sárga. Az. Rokkos geci. Rabda. Látom. Be tudod törni? Hú. Átváltottál secondary-re? Nem. Csak nyomtam mindent. Vagyis hát igen, átváltottam, de nem react. Itt a sarokban ki tudod aktiválni a mentést? Szerintem meg volt, nem? Megnézem. Ja, tök jó. Úristen. Én meg a sarkok, Istenem. Kinokkoltuk a picsába. Úgy kéne nekem izé manna. Ja, ez a kis köcsög. Ú, leszeded rólam. Hát próbálom, de... Nagyon téged akar. Gyere már, de te szar! Nyugi! Beugrottál oda? Beugrottam. Volt valami? Valami pizsáma felső. Lehet, hogy te tudod használni. Vigyázz, mert itt... Ja, nem kell, eldobod. Tessék! Izé, anti-lightning dragon claw. Ja, de akkor lemegy a healerem. Na, mindegy, elvisszük. Ó, de szperme tűni. Ajaj. Ó, de bazzak nagyon szopás átugrani. Instant belök, nem? Juhuuu! Szeva. Ha állod, és semmi a szart csináljak.
Azaz, úgy. Kicsit megsérülsz, nem gondolom. Még egy ilyen lesz, és kíváncsi leszek az mi. Úristen. Itt van fönn a mentés. És itt már ki vissza felszínre, vagy egy másik szint. Tudom. Jó, szerintem azt hagyjuk is ki. Kell izé anti... Van toxin. Egy... Látom, van egy. Ja, már szeretem adni. Fennyő. Baszki. Baszki. Hát fasz, nem a felszín, csak egy másik szint. Pedig már megörültem. De jó. Szevasztok. Ne, meg fog halni. Ez majdnem... Jó helyre jöttem, maradj ott. Majdnem kampó volt. Táncoltam egy kicsit a lábán. Hátul át lehetett menni. Aha, persze. Mozgó obeliszk. Közben félig megsütöd a lábadat, át lehetett jönni. Mik ezek a mozgó obeliszkök? Eddig nem lett olyan elég lehetetlen egy warriornek. Elég durva. És most meg mehetünk vissza, lehet ez marha. Ó, Isten. Micsoda, ott egy izé, ördög. Nem menj rá. Ja, erre nem is hat a tűz, és én elégtem a gecibe. De ezt nem tudom, messze vagyok még, át kell jönnem arra az oldalra. Valami sokkoló pálcát viszek, tarts ki. Megöltem. Megölted egyedül? Ja. Beskorpióztam, és nem váltottad át a képernyőt, pedig nagyon heroikus volt. Sijedtem. Még nincsenek meg ezek a... Reflexek. Valamit megnyomtam. Látom. Ja, várj, ott oldalt kinyílt valami, mindjárt megnézem, már megyek. Egy kis könyv van itt, de persze nem jön semmire. Mentettél? Aha. Olyan kéne, hogy ilyen közös gomb, amit mind a kettőnk meg tud, hogy elér, és mindig, amikor akció van, gyorsan rácsap valaki. Nem kurva a piros gomb. Aha. Ó, már megint. Zi? Nekem tetszenek ezek a puzzle-ok egyébként. Amúgy feelinges, csak szar vagyok benne. Pénz nem kell. Nem. Jézus! Ha nincs manna töltő itt. Arra kell menni akkor. Falat nem tudod kiütni? Nem. Ez nem olyan fal. Esetleg ezt felrobbantani, de az se fogsz. Ne üsd meg, mert meghalsz. Leviszi az életed. Akkor csak visszafelé tudom menni. Nem tudom. Térképet nézem, hogy van-e ott valami. Kár, hogy nem lehet nagyítani jobban, vagy... Most kajak vissza, én nem akarok vissza, mert nem is tudunk. Ja, nézd, lehet, hogy erre. Hát, itt a sarok... Jézusom, majd meghaltam. Úristen. Mit csinálsz a láván át? Láván át látok egy potion, de inkább hagyom. Amúgy nincs is életpósonom. Nekem is csak egy
És ötletem sincs, merre kell menni. Itt nézd, itt ki lehet látni. Két kulcsos izé. Két kulcsos adórendszer. Valahogy nézzük meg ezt a részt. Lehet, hogy tényleg azt kéne megütni. Tényleg, bazd meg. Hát arra nem gondoltam volna. Nem arra kell... Ja, hogy ez is kinyílik. Itt letakarítottuk őket. Összeraktuk. Összecsomagoltuk őket. Itt mi van? Hát, hogy erre kell felugrani. Ja. Elantíző. Mérgező. Van, menjünk. Aha. Akkor ne adjak. Na. Menjél. Ups. Ennyi mentő rész van itt. Hát itt is. Amúgy valami 4 vagy 5 fajta pók van a játékban. Nagyon szeretik a pókokat. Meg tök jó. Egyáltalán nem unalmas jelenik. A húsdaráló. Le kell ugrani. Ó, de jó. Na, bazzeg. Á, csapda. Kifolyik itt, Jézusom! Kifogytam, kifogytam! Pus! Rám! Vagy nem menj még be, még kicsit szedjük más szavunkat. Jó, beállok a kapuba. Egy csomó cucc itt van. Kibucolottam amúgy. Nincs health potion. Én élet? Hát 2 van, de... Nekem nincs. Nem érzem magam figyú, biztonságban. Figyelj, találtam egy ilyen titánium leather tunic, Dragon's Heart and Antispark, az... tűz ellen is véd, meg villám ellen is. Ú, titánium helmetet találtam magamnak. A dob le, ami nekem jó. Elvileg ez jó, meg kéne legyen. Értem, hogy jobb, mint... Amit ja, vettél, amúgy leather ez nem valószínű. 258-154. Ki lehet menni itt, izé? Mi ez a nagy volt? Jézusom! Ah! Au. Ott egy élet. Ez az, ez nagyon jó, hogy ezt megtaláltuk. Yes! Biztos, hogy erre kell jönni. Ja, itt körbeérünk. De mi van a másik irányba? Itt fölvisz. Az út. Nem. Nem innen jöttünk? Én sem nem tudom, honnan jöttünk. Elképzelhető. Itt mentek egyet. Lehet, hogy nem is erre kell jönni. Itt feljöttünk, és ott meg megint lemegyünk, most mi van? De már lementünk itt egyszer. Akkor meg minek vagyunk itt? Akkor lehet, hogy erre kell jönni. Jajj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 
De jó. Aha. Tömegpusztító fegyver vagyok. Én egy ilyen pusztító fegyver vagyok. Kimolóztad a fogát. Kimolózt. Ez szarszájú. Jaj. Mosdatlan beszél. Amúgy durván haladunk. Komoly hely. Ó, puti.
pin. Ja, bocs, nárak, hogy reflexből... Dobd be a lábába, a szemem látta. Amúgy lehet eltűnne. Hát ez az. Ide kell beugrani, ne hovatos. Ne, csapda! Ne! Ne! What happened? Majdnem betolta az itemeket a lávába. Várj egy kicsit. Beszartam. Titánium... Titán Gold Wizard, hát ez most mi? Titánium Titán Gold. Na mindegy. Ja igen, itt vannak azok, hogy be kell állítani, hogy minden oda nézzen középre. Kajmom megint. Én ezt megcsinálom, azértek. Nem, addig kell forgatni, amíg zöld nem lesz. Nem. De ez csak a megvilágítása. Nem, majd meglátod. Itt vannak ilyen fényelemek. Még lehet, hogy igazat mondasz. Nem nézzük, te igazad. Semmi baj, már megszoktam. Jó, hát azt hittem, hogy ezt be kell fordítani. Kőtóni. Legyen már boss. Boss. Húha. Jézusom, mennyi. Jaj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 
Ja. De akkor itt most ez hova visz fel, ha még itt három megint fölmegy. Meg az az előző is ott föl, én most ezt megnézem már kíváncsiságból. Megvárlak itt. Ez meg ennyi irányba az... Itt minden. Nem tudom ezt milyen pályagenerátorral csinálják, vagy hogyan, de ezt meg lehet menni. Is lehet menni. De jó. Hogy csőrjár? Lehet, hogy amúgy itt találkozunk a feljeszte is. Ez a háromnál, ja. Az meg nem tudok felállni, erre szomorú. Ja, nem találkozunk. Hát nem tudom, hova jössz ki. Be van zárva az ajtó? Ilyen pici szobák vannak, mindegyikben egy health potion, úgyhogy mindegyiket felveszem. Jó, és le arra kell menni vajon, vagy... Ingom sincs, mindjárt megnézem, mi van ki. Itt el van kővel torlaszolva az ajtó, tök durva. Itt nem, itt ilyen arénák vannak, de nem éri megfoglalkozni vele különösebben. Menjek utcánad, vagy mi a hát, menjás? Megpróbálhatjuk. Done. El volt torlaszolva az ajtó, az a másik irányból. Töltenem kell izét. Csak arrébb, csak el innen középről lehet arrébb. Ja, wow, de komolyan tolod. Jó, nézzünk be. Lerogt, és te tudom, baszki. Nézzünk be, mi van itt. Hurikánt gyűjtöd még? Arra lehetett menni? Egy élet, nem. A másik irányba se. Hát akkor lehet, hogy ez itt izé... Ott van valami ruha. Gold, late arms. Ja, az a tűzálló ruha. Kézi. Víz. Akkor lehet, hogy a három feljáró... Három feljáró után is lehetett elmenni. Ez jó rész amúgy itt. Tehát itt van egy ajtó ja, konkrétan. Jézusom! Beletolt. De a feljáróknál ott sehova nem vezettek. Nem volt érdemes ezzel foglalkozni. Úristen! Ne, meghalok!
Bocs, hogy visszafutottam már megint. Nem gond, csak... Kurvára izé, szar ez a bot is, meg minden. Gyere ide a kurva... Itt van nálam a köcsög. Rohadt jó. Felküldte. Mi a szar? Hú, hílej! Meghalsz, meghalsz. Sebzés, így instant. Adjak életet? Tessék, adtam kettőt. Kösz. Hú, ez komoly volt. Mit kértek jól behúzta ez a skorpiós, de most így nem működött ennyire. Hű, mi itt a vége? Earthquake. Na jó van. Hát lehet, hogy akkor ez lesz most így a vége, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Hú, pont ez a nyálkás rész következne. Bányák. Hú, ez komoly volt. Itt még megjavítom a cuccaimat. Életet persze nem tudok. Ugyanúgy nem tudok varázsló ruhát, természetesen. Nálam csak szint szarokat. Amit el kell adnom, hogy megjavíthassam a szarjaimat. Ha akarod, tudok adni, vagy tudok venni neked dolgokat. Nem, egyáltalán meg akarom javítani, ami mi van. Hogy mindenből van minden... Izé... Érülésre vagy... Egy csomó tartalék cuccom. És tök jó, amúgy nem érzem azt, mint a Diablo-ba, hogy kicsi az inventory, pedig kisebbnek tűnik, de... Eddig még nem volt olyan, hogy elfogyott. Hallott, 6 darab izém van. Silverkéjem. Ez komoly, akkor csak egy. Meg egy arany. Csak olyan ability tárul, ami már megvan. Vagy a Warriornek nincs is több ability-je. Biztos, hogy van. Szerintem az is tudod görgetni. Csak nagyon... Nekem is lassan adja amúgy. Mert ott ilyen görgető rész van neked, ilyen lefele-fölfele gomba. Biztos. Van egy jó wizard robe. Na, az akkor jöhet, mert nekem csak a gagyi van. Hát regeneration and anti-zap. Ez bőven jó, nekem semmit nem tudom mostani, úgyhogy nem minden jobb. Megnézzek neked valamit, hát ha én is tudok. De mondjuk ez tök jó így a kóba, hogy még más nem... tárul. Nem csak a szám, hogy egymásnak tudunk segíteni, mert hogyha nem úgy játszanánk, mert lehet amúgy így a multit is egyedül tolni, és akkor majd vagy bejön valaki, vagy nem. Mire lenne szükséged? Miket árul? Igazából mindenem van. Hát nem sok minden jót. Gyengébb titánium, breastplate of regeneration, az a 11 000 ér, ami olyan... Ja, meg van ilyen titánium, knight helmet of scorpion bane and dragon claw, ez ilyen koronás, 15 000 ér, ez még nagyon komolyan néz ki. Azt kéne tudnom, hogy mennyi az árma. Ez így jó? Ja, mondom mindjárt. És ez is tök jó, hogy itt benne van, hogy lehet így... Aha. 162-es ármorja van. Ez most a fej? A fej. Nem 116-os.
4-es Poison Protection és 2-es Fire Protection. Mondjuk ez regen-es, de jó. Nagyon drága. Hú, de drága. De ezzel jól fogsz kinézni. Ezzel jól fogsz kinézni. Amint, hogy a karakterem. Végre jól fogsz kinézni. Én meg a zöld varázsló vagyok. Oh. Meg a zöld helycegné. Kár, hogy egy faszi a karakterem. Mégis transznemi még lehetek. Ez fölvéve kíváncsi vagyok. Wow, azt mutassuk meg a több száz nézőnek. Wow. Nagyon menő. Hát igen. De így még jobban néz ki, mert az én zárt. De olyan basszó Westernek a karakterem. Ahhoz képest sokkal jobban írtod a népeket. De amúgy például ebbe a játékba én tökre azt a feelinget így el tudnám képzelni, ami a Baldur's Gate-be akart lenni, ez a Dungeons and Dragon. Mert konkrétan ugye ebbe az a három fő olyan kaszt van, ami nagyon tipikus lenne, meg az ellenségek is, és közben meg mégis vagy más, hogy fogja meg a dolgot. Hát nem tudom, így most akkor itt elmentjük, és szerintem akkor izé... Szerintem, ja, próbáljuk meg majd legközelebb. Bár ha ez ilyen végtelenítve van igazából, akkor örök időkig nyomhatjuk. Jó, én most nagyon élveztem amúgy, ezt szerintem elég volt most belőle így majdnem 3 óra. Ez most a 9-es stage. Nem tudom, hogy a mi... A rövidítő kapu, ez hova vitt el a 10-esre? Ez szerintem az mindig egy párral odébb. Most mindjárt megnézem. De úgy teli van ládával, de most nem akarom a kulcsokat elbaszni. Csak már ha tényleg akárhányszor betöltem, mindig az 1-esre dob. Bár mondjuk... el kell olvasni. Ez a 10-esre visz. Csak már nincs erőm ehhez a 9-eshez. Ja. Bár érdekes, hogy itt már csak egy teleport van, hogy... Nem értem azt se, hogy volt 3, aztán 2, most 1. Na jó. Hogy itt lenni is mi van. Jó van, srácok, köszi, hogy itt voltatok, aki itt volt. Láttam, a végre kicsit elfogytatok. Én nagyon élem ezt a játékot, nem tudom, hogy másnak, hogy ez... Mennyire jön be. Én sokkal jobban élvezem, mint a Diablo, de valószínűleg elfogult vagyok. Viszont szeretnék majd diablózni is, és még ahhoz is jöttek mód ötleteim, hogy lehetne szebben a Diablót játszani, vagy nagyobba. Úgyhogy majd lehet azt is megnézem, meg a Get Medieval-t mondták még, ami megvan nekem. Képzeld, az hivatalosan van magyar szinkron hozzá, és már át is küldte a dekapó, úgyhogy ez külön kipróbáljuk. Ó, ez vicces lehet, mert az angol is nagyon cringe. Ja, ez direkt ilyen nagyon elváltoztatott hangon beszélnek. Én meg azt hittem, hogy nekem spanyolul van meg, mert én úgy emlékeztem, hogy az úgy van meg, de kiderült, hogy németül természetesen. Az igen. De kurva sok játékon megvan németül, és nem, tehát, hogy nem direkt választom azt, mert hogy én azt úgy értem, hanem valahogy így alakul. Ez végzett, hogy Esztert is így megismertem, az jelent valami. Ez biztosan. Biztos, hogy jelent valami. Most már biztos. Na hát, srácok, köszi, hogy itt voltatok. Majd még ne lép ki. Jó. És hát nem tudom, holnap, hogy leszek-e, vagy nem leszek. Lehet, hogy most egy napot nem leszek, és lehet, hogy majd már az új frizurámmal láttok, mert most itt nem látszik sok belőle. De majd lesz egy ilyen nagy, ilyen rivol. Nem parázok amúgy, hogy most ez jó. Befestjük szőkére. Így elválasztva a fejét. Befestjük zöldre, és akkor nem látszik a green screen. Így lehajolok, és az agyamban, vagy egy ilyen dimenzió kapu, vagy egy ilyen univerzum. Szerintem is. Na, akkor lehet, hogy holnap nem leszünk, ez is lehet, hogy holnap leszünk, és szerdán nem leszünk, még ez így képlékeny. Egy nap lehet, hogy így csúszni fog. De lehet, hogy egyébként belekezdhetünk abba a másik játékba is. Tényleg azt nézzük már meg most gyorsan, hogy mi volt ez, amit akart az ezredes neked adni. Beyond Two Souls. Ezt felírtad? Ezt meg tudom jegyezni, ezt ismerem. Jó, azért. Na mindegy, szóval meg akarom nézni. Nem a kezem vágják le. Hát jó, csak azért mégiscsak
10 év izé benne van, lehet így levágják fejem, és ilyen így a kalpot így fogják, és ilyen spárkok jönnek ki belőle. Jó, megnézzük mindenképp. De ezt nagyon jó lenne úgy játszani, hogy Eszter látszik, mert nagyon örültek neked, hogy látszottál kamerába, de most már nem tudom ezt megfinanszírozni, mert már el vagyok adósodva. Gesküvönk lesz, hogy ezért gyűjtünk Eszter kamerájára. Jó lenne, összejönne. Már megéri egyébként, nagyon megérné. Mert most tényleg ez már professzionálisan. Én élvezem, nem kell elkészülnöm a streamekre, de ezért... De ez nagy ötlet amúgy, ez a piros gomb, hogy lenne itt középen az asztalon kettőnk közben, 3 méter széles a pult, és pont középen egy ilyen piros gomb, és így rábaszol egyet, és akkor átvált a kép. Valahogy meg kéne csinálni. Na jól van. Lehet, hogy DC-n csinálok egy ilyen oszd meg a hajad játékot, hogy mindenki dobjon egy képet a hajáról. Uramisten! Fel interakciót. Ilyen inspirationnek milyen hajad legyen? Csomó olyan ötletem, azt általában leszarják. Na jó van, srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Jó pihenést, sziasztok! Találsa, köszönöm! Hamarosan találkozunk. Lehet, hogy nem lesz majd akkor legközelebb Nox meg Diablo, nem valami újat hozok be, és akkor ezeket majd néha így cserélgetjük, hogy ne legyen mindig ugyanaz. Úgyhogy akkor addig is sziasztok, Halihani, jó pihenést! Ha tetszett a stream, kövess be a Twitch csatornámat, iratkozz fel YouTube-ot csatornámra, kövess Instán, gyere a Discord szerveremre, vagy a Facebook csoportomba, esetleg a Steam csoportomba is. Vagy ha ez nem lenne elég, iratkozz fel a Pisztetel Classics YouTube csatornámra. Ha szeretnél még ilyen tartalmakat, támogass Streamlabs-en, vagy PayPal-on keresztül. Linkek a leírásban és a videó alatt a névjegyzékben. Vagy basd meg!